Sziasztok! Bátran állíthatom, hogy a Mindenségi Podcast mérföldkőhöz érkezett a mai adással. A bő egy évvel ezelőtt indított csatornánk alapkérdésévé tettük, hogy miként lehet a mai világban kiegyensúlyozottan, boldogan, jól élni. Amikor arra egyeztettünk, hogy kik azok, akik a témában hitelesen nyilvánulhatnának meg, az első között vetődött fel Korda György és Balázs Klári neve. Az ország legismertebb sztárpárosa 40 éve él Rivalda-fényben, nincsenek sztárallőrjeik, boldognak tűnnek, ha rájuk néz az ember, egyből az jut az eszébe, hogy hogyan csinálják. Na most az a fantasztikus hírünk van, hogy most megkérdezhetjük tőlük, mert hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek a Kaptafába. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagytok, sok szeretettel köszöntünk titeket. Köszönjük mi is köszönjük a meghívást. Köszönjük a meghívást, csak hát... azért egy kicsit ki kell, hogy javítsalak. Na, hallgatom. 43 éve vagyunk 43 éve vagyunk együtt. Igen. Én 65. éve énekelek. Igen. Tehát, hogy kicsit a közös, az... A közös az is közös, 43. Igen. 43 lenni. Jó, van. A 40 is egy jó. Kicsit így finomítottunk a... Olyan mindegy, a vesém akkor is annyi idős, hogyha letagadok 20 évet, szóval... De... Nagyon megtisztelő, hogy azt mondod, ezeket a kitételeket, hogy boldogan, kiegyensúlyozottan, mit mondtál még? Hát igen, meg olyan, hogyha rátok néz az ember, akkor szerintem azt látja, hogy egy ilyen igazán jó életet élő pár vagytok ti. Hát, most nagyon kemény év van mögöttetek. De attól függ, hogy jó életnek mit nevezel. Uh-huh. Kinek mi a jó élet? Kinek mi a jó élet? Tehát ez azért nem egy általános dolog, mert biztos vagyok benne, hogy az az élet, amit mi élünk, az nem mindenkinek lenne a jó élet. De nektek azt gondolom, legalábbis így rátok nézve, ezt szűri le szerintem az ember. Azt gondolom, hogy ahogy mi élünk, ahhoz azért valami kis fluk kell. Szóval egy normális embernek azért ez nagyon szokatlan és nagyon furcsa. És mindig megkérdezik tőlünk, hogy hogy csináljátok? Hát szeretjük. Ez jól mondja, mert tulajdonképpen aki a színpadon van, egy kicsit nem normális. Hát ez, mert abszolút normálisan azokat a dolgokat nem lehet elviselni, amiket a színpadi jelenlét okoz. De gondolom, hogy azért nagyon föl is tölti az embert. Az a másik, igen. Hát igen. Persze. Teljesen másféle élet, másféle impulzusok, amiket kapunk közönségtől, szerzőktől, daloktól. Amikor úgy érzed, hogy valamit csináltál, valamit teremtettél, akár egy dalat, vagy akár egy szituációval. Ezek nem hétköznapi dolgok, ezeket csak az éli át, aki alkot. De éppen ettől lesz igazán szép az embernek az élete, és izgalmas, és különleges. Nem árulok el nagy titkot, a napokban ünnepelted a 84. születésnapodat. Gratulálok. Köszönöm szépen. Na most... Elvészünk vizet. Egészség. Cheers. Na most... Ha a környezetemben körülnézek, akkor azt látom, hogy aki ennyi idős, elég ritkán áll színpadon, elég ritkán annyira él aktív életet, ahogy ti éltek, illetve te, most rólad beszélünk, valami töltet kell, hogy legyen. És én azt gondolom, hogy kifejezetten a színpadi jelenlét, a közönséggel való kapcsolat az, amiből az ember ilyenkor táplálkozik. Jól gondolom-e? Jól gondolod, de ha a színpadi jelenlétet mondod, színészeknél még úgy elviselhető ez a kor, mert van, hogy öreg embereket játszanak, meg mindenki, de Róma ott már nem fog játszani. De ha körülnézel a mi szakmánkba, a zenei életbe, ott nem találkozol sehol a világon ilyen korú emberrel. Olyan van, mint a Tony Bennett, például, ahogy a jazznél maradjunk egy kicsit, akinél jobban jazz nem énekelnek. 90 éves, vagy 94, vagy valami ilyen. Nem is tudom, 94 körül van, igen. De most, és most utoljára. Néha úgy fölép egyszer egy évbe, odaáll a zongorához, megfogja, aztán
És jön a Lady Gaga, akivel óriási énekel. De az, igen, hogy megcsináljon 100 vagy 120 előadást egy évben, mint mondjuk mi, azt nem, nem igen fogsz ilyennel találkozni. De ez többet nem fordul elő, nem, megígérted. Igen. A nézőinknek elmondom, hogy mi tavaly tavasz óta dolgozunk azon, hogy ti itt legyetek ma. Először májusban vettem föl veletek a kapcsolatot, akkor a Gyurival beszéltem, és azt mondta, hogy legyek kedves szeptemberben telefonálni, mert hogy akkor már csak 25-6 fellépésünk lett. Aha, még jött hozzá. Hú, hát akkor mondom, nyári hónapok az elég keményen telnek. Akkor telefonáltam szeptemberben, és akkor arról volt szó, hogy hát most nagyon sok elfoglaltságunk van, hívtak ide-oda bennünket, még vannak koncertjeink, menj, telefonálok inkább decemberben. Decemberben telefonálok, nagyon sok föllépés volt, előadás, majd januárban. Úgyhogy most elérkeztünk januárhoz. 30 per hó, per fellépés? Hát az valami döbbenetes. Hány fellépésnek volt a baj? Nem így oszlik el, mert sokszor volt van olyan nap, hogy három vagy három világos. Háromszor 60 perc. Ami háromszor 60 perc, szóval nem csekésig is volt olyan, hogy közben 800 kilométer utazás. Ez a durva, az utazás rettenetesen lefáraszt szerintem. Ja. Tehát, legalább de most tényleg egy kicsit úgy éreztük, hogy lazad. Úgy gondoltuk, hogy hát a decemberről is azt gondoltuk, hogy laza lesz, és a végén levegőt nem kaptunk. Most mondtuk, hogy most januárban pihenni fogunk. Hát, hogy megnéznétek a januári hónapot. Hát én nem fellépésben. Nem fellépésben, ügyintézések, interjúk, sajtó, televízió, ilyen megbeszélés, olyan, tehát dolgozunk a nyáron, tehát a 2023-as projekteken, hát ez később, és őrületes elfoglaltság. Tehát el akartunk egy kicsit utazni Spanyolországba ebbe a hónapba, de ez nem sikerült? Nem. Pedig nem. Akkor, amikor beszéltünk talán nem. Decemberben, azt hogy majd mondtam, lesz egy, igen, hogy egy meg hónapra. Meg volt a jegyünk, le is mondtuk. Igen. Hát akkor mikor pihentek? Hát most úgy néz ki, hogy talán márciusban egy kicsit elmegyünk. De lehetséges, hogy nektek nem szükséges pihenni. Jaj, de mindenkinek szükséges. Szükség van rámenni, néha az elem lemerül, szóval most decemberben éreztem azt, hogy... Hát egy ilyen megterhelő év után, hát ez igen. Smafuk. Istenem, tudod, egy kicsit megéreztem. Tudod, hol mutatkozott meg? Ahol értem, ott aludtam el. Reptéren. De a reptéren is, meg még olyan is volt, hogy pókerezés közben aludtam. Akkor mégiscsak pókerezni volt időt. Volt. Jó, mert egyébként volt egy olyan is, hogy beszélgünk, és mondta, hogy nem tudok menni hozzátok, gondold el, még pókerezni se tudok elmenni, hát akkor nagyon sok fellépésünk van. Az már nagyon akkor nagy baj, igen. A póker mennyi, milyen időközönként van? Van egy állandó barátság? Van egy állandó társágban, egyszer ultizok egy héten, bocsánatot kérek, hogy elmondom, de kétszeres magyar ulti bajnok vagyok. Véletlenül, igen. És itt tanult meg a környéken ultizni. Itt születtem a Dob utca 52-be. Nincs messze. Nincs messze egyszerűen. És egy kicsit arrébb a Klauszát érzi, mert Presser Gabi született. Igen? Hát akkor őt is meghívjuk. Két hezzal arrébb. Tényleg? De ő nem és akkor bizott. Mióta tart a ti ismerettségetek? Presser Gabival. Hát hogy innét a környékről azért ismertétek egymást? Nem, vagy a szüleink ismerték egymást, mert itt a Klauzáltéri csarnokban itt van nem messze. Volt a Gabiéknak valamilyen libás üzletük. Az én szüleimnek meg itt volt kesztyűzletük. És nekem mondták, mi már kezdtem énekelni, fiatal énekes voltam, és mondták, hogy itt a Presser úréktól vásárnak is, hogy a kisfiúk, a Gabi milyen szép zenei karrierbe kezdetünk. És ott kilakott még ott, ahol a Presser Gabi? A Seres Rezső. Amikor befordultatok az utcába, akkor fogtak emlékek? Itt mindig. Mindig. Már engem is, mert ugye nem, én... nem csak azért, mert szüleim, mert minden, tehát például a kis pipa előtt elmenni. Eszembe jutott, amikor először Tolnai Klári 59-ben
a Kamara Varietében léptem föl, és Tornai Klári volt a nagy sztár ott. És egyik este azt mondta, hogy Gyuri, leviszem magát egy vendéglőbe. A kis pipában ott játszik egy úr, akinek nagyon híres dalai vannak. És levitt a Seres Erzsőhöz. És néztem, hogy az egyik keze így ökölbe, a másik lejátszom, valaki szerint nem tudott harmóniát fogni. Komolyan? Aha. Nem, csak nem így tudtam. Pötyögte így a dalait. Kottát tehát... se ismerte. Azt nem, lehet, azt hiszem nem, de nem tudom biztosan. Csak azt tudom, hogy így tartott. Van egy fénykép, amire ráírt neked nagyon szépen. Így tartotta a kezét, a jobb kézzel játszott. Mit tudom, ha néha visszaűznek téged, hozzám a régi, és akkor elfáradt a kez, így leesett. Néha egy harmóniát fogod. Véletlenül jót fogod. De zseni. De hát egy zseni. Ugye, ezt én akkor nem tudtam. Hány éves korodig laktál itt? A környéken? 10, az októberi forradalom után költöztünk, nem messze, a Dohány utca 1C-be. Az sincs messze. De tehát 16, a környéken maradtatok. Hát a környéken maradtunk, de itt a Dob utcában 16 évig laktunk. Most kell megkérdezek egy fájó emléket. Itt születtél a Dob utcában Klein József és Faragó Margit gyermekeként. Túlélted a zsidó üldözést, a II. Világháború után a Kertész utcai általános iskolában tanultál, de 1945-ben a Pozsonyi úton volt egy olyan emlék, egy történés, ami nagyon megrázott a Védettházban. Érdekes módon, hogy a gyerekkoromból csak erre semmi másra nem emlékszem, csak erre az egy momentumra. Ez azért nagyon beleívódhatott, egy olyan pillanat lehetett az életedben. Hát igen, hát ugye egy gyerek nem fogja fel azt se, hogy háború van. 6 éves volt. 5? 45-ben van, már 6. De addig, ugye 45-ben lett vége a háborúnak, de a születésemtől fogva a háború volt. És ez egy ilyen kisgyerek nem tudja. És azt sem tudtam, mi az, hogy védett. Hát csak anyukámmal voltam, meg a nagyszüleimmel, mert többit elvitték. És a németek jöttek, hogy elviszik a gyerekeket üdülni. Ilyen teherautóval jöttek. És anyukám a kezembe adott egy ilyen zsíros bödön, beletette a jegygyűrűjét, és azt mondta, hogy fiam, ha szükséged van kenyére, vagy valamire, akkor add ezt oda. És unokahúgomnak a kezét fogva lementünk, és mentek előttünk, és amikor odaértünk kocsihoz, német is azt mondta, megtelt. Hát, genug, elég, megtelt. Ennyi, és mentünk vissza. És másnap, tehát később tudtam meg a szüleimtől, akiket elvittek, mind belelőtték a Dunába. Hát aki életre van ítélve, igaz? Hát úgy látszik. Csodálatos, igen. Igen, és én azon tűnődöm, hogy vajon ez a momentum az életedben az mennyire játszhatott abban szerepet, hogy te szereted ennyire az életet? Mondhatnék. Bocsánat. Szavakat gondolod? Nem. Semmiféle érzelmi hatással nem volt rám. Gyerek voltam. Sokkal később jött ez az érzés, hogy igazából szeretni kell az embereket, és szeretni kell. Mikor és hogyan sok jött? Mindent. Hosszú. Ez az egy beszélgetés, nem hiszem, hogy elég lenne rá, amíg rájöttem. Mert hiába énekeltem azt 59-ben óriási slágerem. Szeretni kell, ennyi az egész. Te rólad segítsen, engem lebeszélni nehéz, csak én érzem nekem. Óriási sláger volt, és igazából mondhattam azt, hogy ez megmaradt arcpolitikámnak, mert valóban meg is maradt, de nem itt
jöttem rá erre. Ahhoz nagyon sok minden olyan hatás kell, hogy érje az embert. Megcsapja az emberségnek a szele. Így vagy úgy. Teljesen mindegy. Mondok egy példát. Csak hogy, és aztán ezeknek a halmozódása az, ami vagyok. 2 évig voltam katona, 62-től 64-ig. De 58-ba kezdtem el énekelni. És azt hittem, hogy vége a karrieremnek, stb. Stb. A békeszállóból, ami a legelegánsabb hely volt, szórakozóhelyből, onnan vittek be. És leszereltem decemberbe, 64-be, és ültem otthon és vártam. Nem, mi lesz? És egyszerre 9 órakor megszól a telefon. Halló! A békeszálló igazgatója, Gáti Lajos volt. Gáti Lajos vagyok. Gyurikám, el fogsz késni. 10-kor kezdődik a műsor. Igen. Na, ilyenkor úgy megcsapott ennek az emberségnek a szele. Nem azt mondta, hogy próbáljuk meg majd. El fogsz késni. Ilyen is, ilyen dolgoktól lett az, amit te mondtál, hogy tényleg egy olyan fajta szeretet van bennem az emberek iránt. Még akkor is, hogyha néha-néha csalódtam. Nagyon ritkán. Leginkább ilyen dolgokkal találkozok. Ilyen, amik nem mindenki életében vannak. Klárikám, most ez már ugrok egy hatalmasat. Igen. Egy pár évvel ezelőtt Klárikának augusztus 6-án van születésnapja, egy forró nyári nap. Kedvenc éttermébe kérte, hogy menjünk, amelyik a belvárosba van. Egy francia étterem, ahol mindenféle étterem, és egy keskeny utca, és a borzasztó meleg volt, hanem egy kis utca, és ilyen munkás emberek félmeztelenült, légkalapácsoltak. Alápestőzene volt. Mentünk, senki nem volt az étteremben, hát olyan dühörgés volt, hogy valami szörnyű. És mondja a főnök, hogy Gyuri, menjetek el máshova, nem. Nem, én nem megyek, Klári azt mondja, nem megyek, én itt akarok enni. Leültünk, és egyszerre csönd lett. Mondom, mi történt itt? Kiment az ember, a tulajdonos visszajött, azt mondták ezek a fiatal emberek, amik a kordáig itt tesznek, ők nem zajonnak. Hatalmas. Édes, de ilyen kitetovált, kigyúrt. De nem tudom, hogy érzed-e azt, amit én mondani akarok. A tisztelet, a szeretet, igen. És aztán egy nagy kancsó, több nagy kancsó limonádét is küldtünk nekik. Mert nem mondták, hogy nem szabad sört inni, mert nem engedik, hogy munka közben igyanak. De nagyon aranyosak voltak, nagyon. Ezt megjegyeztem, ezt a születést. Klári, esetleg a Gyurinak ebbe a jellemvonásába szerettél bele? Nem, hát nem. Ugye 78-ban üldözőbe vettél, és hát akkor így néztél ki, és engem az nem érdekelt, hogy de fogalma. Mert elszaladtam előle, legyünk őszíték. Ezt mindenképpen meg akartam kérdezni, hogy hogyan emlékeztek a megismerkedésetekre? 78-ban találkoztunk először, 79-ben is találkoztunk, 80-ban találkoztunk úgy, hogy akkor nem tudtuk egymást kikerülni. Tehát ez nem volt egy ilyen izé, hogy akkor jaj, a művész úr üldöz engem, és akkor most vagy megállok, vagy nem. Én semmit nem tudtam a privát életről, és nem is akartam tudni. Tehát, hogy én turnéztam egy másik Ori műsorba, ahol szintén híres énekesek, Máté Péter, Ihász Gábor, a Bergendi Együttes. Szóval
Én a zenész világban mozogtam, és tehát, hogy én nem... Hát ő nézett ki magának, és aztán a végén, mikor 80-ban megismertem, rájöttem, hogy hát ezt meg kell zabálni, hát milyen édes, milyen jókat nevetünk együtt. Hát ez teljesen más ember, mint ahogy féltek a zenészek, mert nagyon szigorú volt, meg... Hát, szigorú típus? Hát ő, Gyuri, hát én hallottalak már beszélni, mikor egy kicsit olyan hát csak érdekes, a rossz harmóniát hát fog. Igen. Hát az, hát az éppen... Hát akkor szólni kell. Hát igen. Az úgy marad, az mond. Tehát mondom, zenészem, mert vagy... De tudod, hogy de valami nem stimmel itt a filmben. És hát akkor az az igazság, hogy abban az időben azért az nagyon jó volt, hogy minden élőben szólhatott. Uh-huh. Tehát minden hangszer ott volt a színpadon. Óriási iskola volt ez, és nem tudom, hogy a mai énekesek ezt ismerik-e, hogy kimész és 100 zongorával énekelsz, vagy egy trióval, én imádtam trióval. A klasszikus zongora, bőgő, dob, hát igen. Az a világ hát teteje. És amikor jön egy jó szaxofon, mondjuk az is hátbizsergető. Úgyhogy valahogy így alakult, hogy én őt meg előttünk föllépett, mikroszkóp műsorral voltunk. Szóval én mindig meghallottam, hogy ő milyen tehetséges, milyen jó torka van, és milyen profi. De különösebben nem... És akkor, amikor lépéseket kezdett tenni az irányodban? Azt akartam, hogy én egészen más szempontból. Én először hátulról láttam a művésznőt. Tudom, egy szűk overallba léptünk föl, igen, mindnyájan. Mondom, hogy én nem az éneklését figyeltem. Szintén megmondom. Na jó, hát én meg akkor más gondolataim voltam. Akkor büszke vagyok rá, hogy egy ilyen nőcsábász sztár észrevett engem hátulról. Na hát szóval viccelek. Aztán hallottam, hogy jól énekel. Hát ugye így négyesben, én egy ilyen skála együttesben voltak, ilyen abba a felállásban. Na most, voltak. Hogy ezt mindig lenézik, hogy a vokális éneklés. Hát nagyon jól tudjuk, hogy aki vokálba énekel, azt ha nem tiszta, az katasztrofális. Igen. Még egy szólistánál... Úgy, ahogy elcsúszik, nálunk nem csúszik el, mert egy énekes legyen, de a vokálba ott tisztán kell énekelni, mert különben olyan diszonancia van, hogy hát az nagyon gáz. Úgyhogy a Gyuri azt meghallotta, hogy azért... Hát igen, de egyáltalán nem értek nem érdekel? El. Nem. Na most így utólag mondd már meg, hogy mégis mi volt az a hát pillanat. Hát nem fogom, hogy te, nem publikus dolgok. De Gyuri, de figyelj ide, de amikor én azt mondtam neked, azt mondtad, hogy eljössz velem táncolni? Ja, a fészekművészkös, mondtam, hogy nem. Volt egy tessék, vagy Médin Hágeri, vagy tessék választani a Budai Park színpadon, megnyertem a Lady Anne című dallal. És akkor ott énekeltek ők egy skála együttesbe, és mondtam az egyik szövegírónak, egy nagyon kedves barátomnak, mondott, csináld úgy, hogy hívjuk meg a fészekbe ezeket a emberi, fizetem a vacsorát, csak mert vörös volt akkor, ez a vörös üljön szembe velem, valami hasonló. És valóban, így volt, vettem magamat, és mondom, eljössz velem táncolni? Azt mondom, nem. Mondom, igen, ez miért kellett nemet mondani? Nem az, hogy miért kellett. Hát férjél volt, de én ezt egyrészt nem tudtam. Egyrészt férjem volt, egy jazzzenész volt, aki egyébként... Méghozzá egy nagyszerű. Az egyik legjobb jazzbőgős volt itthon, és aztán a rádiózenekarba is muzsikált, aztán sajnos pár éve meghalt. De sokat Balázs dolgoztunk. Gáborról. A Balázs Gábor, igen. Sokat dolgoztunk vele, sokat hangszerelt, nagyon képzett muzsikus volt. És nagyon normális ember volt, de hát mi 15-16 évesen találkoztunk össze, első szerelem volt, és ugye... Bocs, hogy közbeszólok, te 16 évesen érkeztél fel Budapestre, igen, ugye? Hatan voltatok testvérek, és egyedül voltál új, a fővárosban. Föl vagy készülve belőlem, igen. És akkor már elég gyorsan akkor férjhez is mentél? Nem. Hát akkor én még nem voltam még 16, amikor 15 éves koromban megnyertem az Ifjúsági Parkba egy versenyt, és akkor az ottani szervező az szerzett nekem egy énektanárt, akkor az volt
jutalom, hogy egy hétre elvittek a ilyen építőtábori műsorokba. Én nagyon érdekes, mert a Gávölgyi Jancsi volt ott, aki készült a filmművészeti főiskolára. A Cserháti Zsuzsa volt, aki még a divat csarnokba az ékszerosztályon dolgozott. Ki volt még? A Boros Lajos volt, aki Boros Laci volt annak idején, és ő polbiddalokat énekelt és gitározott. Nagyon érdekes világ volt, és engem csak úgy hívtak, mert én voltam a kölyök. A kölyök. Mondta, hogy azt a fiúkra szokták, a lányokra inkább valami, nem találtak ki egy helyesebb nevet, de mindegyikkel nagyon jó kapcsolatom maradt mind a mai napig. És aztán a következő nyáron a Tolcsvai Trió megnyerte a Ki mit tudott, és kimentek Szófiába a világifjúsági találkozóra, és utána az ő jutalmuk is az volt, hogy ők is eltöltöttek egy vagy két hetet ilyen építőtábori műsorokba, ahol én szintén ott voltam, és mi ott ismerkedtünk meg. De közben én már följártam énekórákra, aztán kezdtem állást keresni, halálosan utáltam a gimit, és... Úgyhogy így elindultam. Hát nem, hát később már aztán nem laktunk mi rögtön együtt, uh-huh. vagy ilyesmi, de már akkor még együtt laktunk már három nem éve, vagy négy éve, a Gáborral, igen, és akkor azt mondja, hogy te, olyan régen együtt lakunk, nem kéne összeházasodni, mondtam, hogy minek. És ugye nekem fiú testvéreim voltak, és hát nálunk nem az volt, szóval mindig azt mondták, hogy valaki szerelmes, jaj, az olyan nyálas dolog, meg jaj, a házasság, szóval valami ilyen, hogy nem, hát az olyan gáz összes. Akkor együtt éltünk sokáig, és aztán összeházasodtunk, és el is váltunk aztán. Ennek meg az ellentéte, hogy én 21 éves koromban megnősültem. Tessék. Elvettem egy 20... akárhány éves, akkor volt nagyon aranyos... édes 27 éves. Most lenne a feleség. Operett primadonna. Te egy aranyos ember volt. Jó, nem mondom, nem. Egy operett primadonnát, és hát nem volt hosszú házasságunk, mert bevittek, hogy a katonának szétment a dolog, de nagyon jó barátok maradtunk. És amikor Klárikát... Még én a Gyurit nem ismertem, amikor az Oribusszal utaztam, Máté Péter, ja, Bújtor Pista ott volt, Koncz Gábor, Ihász Gabi, a Mátrai Zsuzsa, aki élettársa volt, és az első felesége, ez de a bizonyos, várjál, és képzeljétek el, hogy a két csaj, hát én meg azon járt az ezen, milyen késő van, mert Peti már megint sokáig borozgatott a polgármesterrel, hajnalra érek, az a reggel nekem suliba kell menni, és... akkor már kozmetikus tanuló voltam, tehát elvégeztem estén a gimit, mert én kozmetikus akartam lenni, és ahhoz az érettségi kellett. De már akkor az sikerült, és mondom, reggel dolgozni kell menni, és a két nő Bajáról jöttünk haza, a két volt asszony, elkezdtek károgni. Mert amikor az én, és azért nem vett feleségül, mert az anyja utált, és én... Én ültem, és néztem ki az ablakon, mondom, jaj, szegény Korda. Hát ez a két nő, hogy ezek, hogy miket kibeszéltek rólad. Na most, ahogy ezt így elmondtad. Most te mit, szeretném befejezni azt a kronológiára mondat. De mert mondtad, hogy az ellenkezője volt. Tehát összes megesküdtünk, külön mentünk, és 20 év múlva el akart, 20 év múlva. Ja, igen. Klárikát el akartam menni, fölmentünk a tanácsházára, ahol az esküvő. Házasság. Megnézte az igazolványomat, a hölgy azt mondja, hát művész úr maga nem nősülhet. Mondom, miért? Hát az oda van írva, hogy felesége neve Kovácsi Baja. Elfelejtettünk el. Képzeld, haverok. Fölhívtam a Vibikém. El kéne válnunk 20 év után. Azt mondja nekem, mire ez a nagy sietség? Hát mondom, szeretnék megnősülni, ja, az már. De azért mondom. Ja, igen, ez nagyon aranyos sztori volt. De ezt, hogy erről ti így tudtok beszélgetni, tehát lehet, hogy ez nektek normális, de szerintem ez úgy általánosságban egy pár között, akiknek van múltja más férfival, más nővel, ez azért ez nem olyan, nem norma. Az én feleségem ezt
így zárta le, hogy mondod? Időszámítás előtt. Minden, hogy időszámítás előtt. Meg hozzá szoktam tenni, mikor mondja, hogy igen, ez meg az, meg igen, időszámításunk előtt, hogy gyönyörű volt, a város legszebb nője volt. Most ugyan már érdekesen néz ki, de hát... Még szép, hogy 60 év után érdekesen néz ki. De nagyon, mindent elismerek, de időszámításunk előtt volt. Sőt, volt egy időszak, amikor a te férjeddel, a Gyuri, kifejezetten baráti viszonyt ápolt, és együtt léptetek föl. Együtt léptünk föl, igen. Az is egy édes dolog volt. A Gábor játszott zongorán, tehát zongorázott, és akkor zongorába léptünk föl. Bekonferáltam a Klárikát, és azt mondtam, Balázs, következik. Kíséri a férjek duó. A nézők nem értették, de mi olyan röhögő görcsöt kaptunk mind a hárman, hogy borzalmas. Talán még a Kangyalőcsi ott volt a dobnál, igen. De igen, hát az az igazság, hogy ahhoz a nagy titkok nincsenek, de ha két ember együtt van, és nincs humor, akkor nagy baj van. Az rettenetes. Én egy unalmas, savanyú, hát az borzasztó lehet. Uh-huh. De mi sokat szórakozunk, meg el vagyunk, szóval mi hát, jól el vagyunk. Igen, 43 év után a humor előtérbe kerül. Ugye előkerül, nagyon jó az. Ja, Istenem! A 43 év alatt volt-e olyan pillanat, amikor válságba került a kapcsolatotok? Nem. Nem. Soha. Úgyse hiszik el. Nem hiszi el sem. Ezt nem hisz, nem hogy válságban. Persze veszekszünk, hát hogy ne veszekednénk. Hát, de nem azon, nem a kettőnk viszonyából adó. Mindig egy külső probléma jön be, nem kettőnk vagy szakmai, van. Mert az... Vagy volt feleség. Nem. Ó, viccelek. Nem. Soha. Mi közben tudom, azért sokat építkeztünk, tehát az más egyház építésekor elválik, és mi hány, aki bihaltott az. Én azt olvastam, hogy 16-szor költöztetek. Igen, ez igaz? Igen, most vagyunk a 16-odikban. Borzalmas. De visszatérve a kapcsolatotokra, hogy hogyan lehet 43 éven keresztül föntartani az igazán... A tüzet? Hát például. Igen, a tüzet. Igen, jól mondod, mert különben tényleg unalomba. De beszélhetnek itt humorról, meg intelligenciáról, meg szakmáról. Ha az a, nevezzük tűznek, lehetne durvában is, de én nevezem tűznek. Ha mi az? Így van. Ha az nem stimmel, akkor a hamu mögött ott csak az unalom van. Nem, hát ez az élet, ilyen. Jó, azért azt hozzá kell tennünk, hogy azért a mi házasságunkat megszínesítette a sok külföldi turné. Igen. Tehát, hogy mindig igen. Más országban volt olyan, hogy 6 hónapot voltunk, csak Amerika, Kanada, 4-et Ausztrália, tehát, hogy mi nem éltünk unalmasan. Nagyon fárasztó volt, és nagyon stresszes volt, mert ott kapitalizmus volt kőkeményen, és hogyha nem kell, ezt nem hívnak többet. Igen. Tehát, hogy ez biztos, hogy színesítette az életünket. De hát itthon se éltünk unalmasan. Nem. Bocsánat, egyfelől ez teljességgel érthető. Az a másik, hogy reggeltől estig 0-24-ben egy héten 168 órát együtt kellett, hogy legyetek egy-egy ilyen külföldi turné de után. De ez nem volt teher. Ez szerintem egy más kapcsolatban, ez lehet, hogy problémát okoz. Azt gondolom, hogy ha az érzelmek mélyek, akkor ez olyan, nem tudom, nálunk ez olyan természetes is. Nem, sőt, én értem, amit... Én is értem. De azért mi hagyunk egymásnak szabadságot olyan értelemben, hogy ő tévét néz, vagy leül ultizni, vagy leült pókerezni. Én is csináltam a dolgaimat, tehát hogy nem lógunk mi így egymáson. De mindez kevés. Igen. Itt ha már most itt titkok, hát nem titok. Annyi sok mindennek kell egyeznie, apró dolgoknak. Tehát mondjuk csak egy kulináris dolgot, tehát az étkezésnél. Ha a Klárika mondjuk
csak a tengeri kajákat, meg ízét, és én meg azt mondom, fúj, herkentyű. Mert én csak a disznótoros, meg a pacalkörköt. Ezt tudod, de ez apró dolgok, meg fordítva is lehet. Igen. Most nem. Mind a ketten szeretjük könnyű vagy tengeri étel. Vagy például azt mondanám én, gyerünk síelni. Vagy ő mondaná, életemben még korcsolya se volt rajtam, meg sílét se. Most engem fölkényszerítve azt tudni, hogy vagy ő ölne meg engem, vagy én őt. Mind a ketten a napfényt szeretjük, a tengert, a vízet. Na, a vízzel óvatosan, Gyuri, mert nekem azért víz is. Na, azt mondtam, hogy úsz. Jó, de hát akkor... Szóval csak térdig megyek be az oceánba. Vagy még egy például. A zenei, ami nagyon fontos két ember, a zenei ízlés. Ha nem lennénk mindenevők, tehát ő csak jazzt szeretne, én meg azt mondom, hogy én csak a sweetet, csak az evergreen, ő csak a rockot szeretné, én meg az avantgardot. Abba is, hogy mindent szeretünk. Tehát ha fölteszel egy opera, én nagyon szeretem. Hát van, hogy fél ötig operát hallgatunk. Az operát. Imádjuk. És igen. Nagyon szeretem a tenor hangokat. Uh-huh. Klár is ugyanúgy. De én az én kedvencem, nem ugyanaz, hát mint az ilyen. Nekem Maria Callas, hát persze. Hát nőben, uh-huh. De a férfiben ott van az a gyönyörű ember, hogy Franco Corelli. Hát. Most olyanokat mondunk, mint hogyha... A Pavarotti elődje volt egy generációval előbb, akkor még nem volt ilyen bulvárvilág, ő egy közel két méteres, gyönyörű megjelenésű férfi, olyan hanggal, hogy én még ilyet soha. A Pavarotti sok mindent átvett technikába is, és előadásmódba is. Most olyanokról beszélgetsz itt, hogy nagyon jó téma. Szabad? Megmondom őszintén. Tudnak ezek az emberek, ha ott tudunk lenni, hazamegyünk koncert után éjfélkor vagy egykor, és mi fél ötkor még őket hallgatjuk. Mondjuk a nagy váltás ez most a tűz után, ez a... Hozzátartozik azért. Azért mondom, hogy hozzátartozik az egy... Tehát igen. Ha őt untatná ez, vagy... Volt... De akkor ti nagyon szerencsések vagytok, hogy mm-hmm. egymásra találtatok. Igen. Vagy a reggelek, igen. Ahogy elindulnak, nekem van egy smooth jazz csatornám, azt mindig, vagy Tampa, vagy London, attól függ, hogy melyikre találok nem, rá. Hát ez most elalvás előtt van, nem az? Elalvás előtt is van. Ott más is van, Gyuri. Bocsánat, de elalvás előtt is egy smooth jazz ugyanaz, és reggel, mire ő lejön, és megvan a reggeli, ott az a zene szól. Megnyugtat, igényes, gyönyörű, imádom a napfényes reggelek, ez smooth jazz. Nem, csak nekem, mert tényleg egy nagy szomorúságom az, hogy az, nem tudom miért, illetve tudom, annyi mindent nem tudnak ilyen értéket, amit igen. Úgy szeretném elmondani, hogy milyen érték, hogy... Igen. Például? Festészet. Én nem csak irodalom. Festészetben, igen. Inkább a zenéről beszélek. Vagy zene, igen. A hangok. Imádom a hangokat. Mert ugye nagyon sok jó énekes van, de egy énekesnél a hang szépsége is egy nagyon fontos dolog. Magának a hangon lehet nagyon jó tudni, ordibálhatsz, ahogy akarsz, de... És olyan csodák vannak, hogy nem csodák. Hát Gyuri, de az ordibálósok között is a Michael Boltonnak, ugye egy reszelő van a torkába, de mégis szép a hangja. Tehát, hogy, most igen. Véletlenül rá egy nagyon régi 20 éves felvételt hallgattam, amikor a Sophia Loren a születésnapján köszönti az Albano nevű olasz énekes, tudod, volt ez igen. A duett Albano Romina Power, hogy annak az embernek milyen hangja van, én ültem és néztem, csak hát ugye Szóle miót énekelt el a Sophia. Igen.
Én azért is értem, hogy miről beszéltek, mert én például szerelmes vagyok azokban a nőkbe, akiknek a hangja az engem megfog. Például van ez az Adele nevű nő. Adele, igen. Amikor meghalom, nekem így áll a borsozik a hátam. De ugyanez a helyzet az Amy Winehouse-zal is. Jó. Tehát meghalom annak a nőnek a hangját. Sírtam többször is. Tényleg. És hogyha valaki nem ér... Hogy mondjam, hogyha valaki nem tudja átadni magát annak a gyönyörnek, ami ennek a, ezeknek a nőknek a torkából jön, azoknak nem annyira jó az élete, vagy nem annyira azoktól mély. Félni kell, bocsánat. Nekem volt egy kollégám, azt hiszem, hogy csináljuk a fesztiválba, el is meséltem, nagyon jól mulattatok rajta. Volt egy kollégám, aki nagyon híres operatőr lett, nem mondom meg a nevét, mert tudjátok, hát tudom, hogy ki. Kiről van szerint. Jó. És nem szerette a zenét, és én, hát én nem is ismerek fotolaboráns voltam, és ő meg akkor még fotós volt, nem volt operatőr, tehát ez az én kezdeti kenyérkereseti időm volt, ahogy az énekórákra kellett a pénzt megkeresnem, és színes laborba dolgoztam, és én mindig zenét hallgattam, és ő nem szerette, és mondom, hogy miért nem szereted a zenét, ő nem érzi, ő ezt nem hallja. És akkor valahogy úgy éreztem, hogy ő más ember, keserű volt egy kicsit, mindegy, úgyhogy én elkértem magam onnan dolgozni, elmentem onnan dolgozni, mert én az, ilyen az olyan ember is, akinek nincs humora. Igen, attól is igen, tartok egy kicsit. Ez tényleg ijesztő, hogy mondod, szerintem a zene az az a nyelv, amihez nem kell tudni semmit beszélni, meg semmit érteni, hanem ilyen érzések formájában megy tovább az információ, és számomra elképzelhetetlen, hogy van olyan ember, akit ez nem fog meg. Aki pont ezt a nyelvet nem érti, nem ami a legközvetlenebb. Mert színesíti az ember lelkét, és ő ezt nem érzi, és ez egy olyan hiány, és annyira kevesebb lesz szerintem az élete. És de akkor mit szeret egy ilyen ember, akire a zene nem hat? Neki mi a jó? Mi zenészek így gondolkodunk, mások azért nem mindenki gondolkodik. Vannak a föl kell reggel, zene ne szóljon, gyorsan a kávé elszalad a munkahelyére, és akkor ez úgy kimarad. Szerintem nagyon unalmas élet. Hát szerintem pedig nem egészséges egészen, mármint le lehet így élni egy életet anélkül, hogy meghalljunk, de hogy az a, tehát szerintem mindegy, hogy zene, vagy főzés, vagy sport, vagy írás, vagy bármi, vagy akár az, hogy a kertet hogy csinálom meg, de hogy valamilyen csatornán az ember azt ami az emberi eszenciát adja, azt a teremtő készséget, meg vágyat, azt a kreativitást valahogy muszáj, vagy legalább fogyasztóként megélni, de a legjobb, ha valahogy a maga módján csinálja. Igen. De akinek semmilyen nincs, szerintem az tényleg katasztrófa. Nekem vannak olyan 2-3 olyan dalom azon a Smooth Jazz csatornán, amit van, amikor úgy indul el a reggel, hogy ahogy bekapcsolom ezt az adót, rögtön van egy kedvenc dalom, amit mindig szeretek meghallgatni, ez egy Aretha Franklin, a másik egy Michael Jackson, és valami iszony, olyan jó kedvem lesz tőle, így indul el a napom. Egész nap jó kedvem van tőle. Tehát, hogy lehet, hogy azok az emberek nem is kóstolják meg ezt az érzést, hogy ez milyen. Na jó, de hát én ekkora korom óta a zenében nőttem föl, és hát te is, ugye, édesem? Hát én nem, házmester lakásban nőttem föl. Én meg az apám állomás vagyok, de a zene mindig szólt. És nálunk nem szólt. És te is énekeltél semmi. A rádiónkban. Később, de nálunk nem szólt semmi. Akkor neked honnét jött ez a zene imádat? Na, ez nem tudom. Hát, Isten bizony nem tudom, mert én teljesen más aspektusból kezdtem el énekelni. Én egy olyan iskolába jártam, amihez semmi érzékem nem volt, egy gyakorlati iskolába is. Ez egy vegyipari technikum. Igen. Képzelj el engem, mint vegyészt, ahogy robbantok itt. Morbogok. Olvasni szerettem, meg a lombikok, dudolni. Meg a kémcsövek. Robbantak a kémcsövek. Mindig mesélte, nem győzte venni a kémcsöveket, mert a gyerek összeg. És az édesapámnak mondtam, hogy nekem ez nem. Ez a szakma nem kell, én inkább elmegyek pincérnek. De hogy mész pincérnek, adok én neked. Elmész akkor segédmunkásnak. Akkor elmegyek annak. És voltál is. És voltam, és nem tetszett. Nem tetszett. Aztán megtettek ilyen udvari takarítónak, olyan porfelleget csináltam, hogy itt mindenki zavarba volt, és azt mondták, mert ott
közben dudolgattam, söpörkedtem. Aztán tudod mit, Gyuri, megcsináljuk helyetted. Énekeljél inkább. Van az énekléssel, itt meg lehet úszni a munkát, hát ez egy jó szakma lehet. Mondom édesapámnak, papuka, énekes szeretnék lenni. Micsoda? Hát az életében nem hallott ilyet. Mi ez, hogy ének? Hát mondom, én nem bánom, fiam, az én de aztán csinált rendeset, elvittek Vécsei Ernő nevű zongoristához, nagyon jó jazz zongorista is volt, és tanár. Most énekeljen valamit, mondta nekem. Én is ezt kérdeztem tőle, mit énekel, nem tudtam semmit. Aztán valamit ott énekeltem neki, és aztán, hogy jó van, akkor figyeljen ide, én tanítom magát, és fél szemig le volt ereszkedve. De én engem mindegy, hogy eljön az órára, vagy nem, minden óra 100 forint. Úgy mondom, itt baj van, itt tényleg 58-ban, ez nagyon nagy pénz volt. 58-ban. És akkor elkezd. Így kezdtem el, és közben kezdtem megszeretni a dolgot. De én nem tudtam, mi ez, hogy ilyen zene, ilyen tánczenék voltak akkor a rádióban. Szénát hordadak a szekerek, szekerek, én a bakon ülök, te veled, te... Ekkor már korda voltál? Mert úgy, igen. Hogy az édesapád javaslatára... Igen, mert változtam. Közben azért volt egy kis kitérőm színművészeti főiskolára. Nem vettek föl, jogosan. Teljesen. Ennek mind a ketten örültünk. Őt se vették föl, meg engem sem. És akkor édesapám mondta, te a Klein névvel nem igazán fogsz boldogulni. Mondom apámnak, legyünk Károlyi. És már mindenkinek úgy mutatkoztam be, Károlyi György. De valahogy kilógott a lólám, éreztük, hogy ez nem a frankó. Mondtam apám, olyan furcsán néznek rám. Hát azért ez egy régi grófi család. Nem feltétlen. Szóval legyünk kordák, tudnék, a korda család is onnan származott, ahonnan édesapám még nyírségiek. A híres rendező, Sir Alexander Korda. Rokon? És véletlenül ők is Kleinnek mondtak. Nem. Teljesen véletlenül. Nem rokonok, persze. Uh-huh. Nem. És akkor így lettem Korda. Fogalmam nem volt, hogy miért lettem Korda. És akkor Korda Györgyként kezdtem el tanulni, és akkor ez az úr Vécsei Ernő elindított egy ilyen verseny, nem is verseny volt, Orrinak egy előadása, hogy kit hozott a Mikulás. A ma sztárja és a jövendő csillagai. De ilyen tehetségkutató volt. Három napon 3x20 ember ilyen fiatal énekelt, meg akkori híres ember. Tehát így indult. De elég gyorsan országos hírnévre tettél. Ja. Nem, országos hírnévre tettél. Igen. Igen. És ráadásul ugye hirtelenében Máté Péter, S. Nagy István, Vándor Kálmán, a kor legnagyobb szerzőivel dolgoztál. Hát nem csak velük, Fényes Szabolcs, Nádas, Gábor. Nádas Gábor. Nagyon híre. Később Kártya partnerem is lett. De hát például Szeretni kell című dalt ő írta. És egy, a Vándor Kálmán az olasz dalokat, Népszava. Így van. Tudom. Oda jártunk be a Rákóczi útra. Mentünk, ott mondta, volt hogy elkészült egy szöveg, gyertek. Hát hol voltál te még nem, akkor, hallod el? Hát én 65-ről beszélek. Hát én még nem is éltél, vagy éltél már? De éltem, drága Gyuri. Egy kicsit. És oda jártunk be a Népszava szerkesztőségbe, és ott volt a sportrovat.
és annak volt a főszerkesztője. De hát ott semmi sport nem volt, ott mindenki énekelt állandóan. Az újságírók meg jöttek hallgatózni. Most is ez megy ott, nem? Hát sajnos nem. De egy fantasztikus időszak lehetett az a 60-as évek, nem? Csodálatos. Pláne, hogy én ezt egyébként Kláritól akartam is kérdezni, hogy azért nem kell tartani a Gyuritól, aki a 60-as, 70-es években az ország első számú sztárja volt, nem kellett attól tartani, hogy ő nagyon nagy kujon? Nem. Aki el akar menni, az elmegy. Hát én 78-ban ugye elszaladtam. Közben jöhetett volna. Ez így volt megírva, így kellett, hogy legyen. Hogy mi mégis megtaláljuk egymást. És ő megjegyzett akkor, mert amikor kapott egy telefont Magyarországról, hogy az a vokál, akit ő kért, azok nem érnek rá, de ráér ez meg a Balázs Klári, és akkor mit mondtál? Megvan a vörös. Az itt a vörös, mondom. Ez meg lesz. Igen. És tessék, íme. És tessék. Megvan. Nem tudtam, hogy ilyen sokáig, mert nem gondoltam. Ne panaszkodj, én se tudtam. Tehát így alakult, hála Istennek. Úgyhogy nem, én ezzel nem foglalkoztam. Nem. És mind a mai napig vannak őrült rajongók, körülötte is, körülöttem is. Akkor mondok egyet, jó? Mondjál. Valamelyik YouTube videó alatt hozzászólás. Imádlak, Gyuri. Te vagy a mindenem, az életem. Napi szinten hallgatlak, szerelmes vagyok a hangodba, jó, az egész lényedbe, mindenedbe, a lelkedbe. Szeretlek, még élek. Ildikó vagyok. Ilyen. De egyébként. Hozzászólás. Na, most. Vadi új, ez körülbelül 8 hónappal ezelőtt került fel az internetre. Vigyázzunk akkor. De a lényeg az, hogy azért húzd ki magad. Visszatérve, hogy a színpadon, tehát a rajongók, fönt vagyunk a színpadon, ott vannak a rajongók, bármi történik, bocs, hogy ezt mondom, nem veszük komolyan, ránk mosolyog, vagy izé. Tehát úgy nem. Nem élünk tehát vissza. A színpad az más. Nagyon komolyan veszük. Nem, azt nem. Csak nem élünk vissza. Egyáltalán benne. Nem. Ez egy másik dolog. És egymásra se fújolunk, mert hát szeret. Hát följött fölkérni, táncolni, vagy... Tehát, hogy az egy más világ. És amikor már lejövünk a színpadról, és öltözőbe vagyunk, akkor ez meg megint, az már a privát életünk. Tehát ez olyan... Tehát amikor a színészek egy darabba játszanak, és mit tudom én, a színdarab miatt csókolóznia kell egy vadidegen színésszel, a nőn, vagy fordítva. Hát pontosan tudom, mert ezt sokszor utána érdeklődtem színésznőktől, hogy te mi van, hogy akkor... Nem leszel egy kicsit szerelmes, vagy hogy mit szól a férjed? Az munka, az nem számít. Szóval, ne. Igazán? Én örülök, hogy nem vagy színész. Na hát, Gyurika, hát engem még a táncos műsorban sem engedett. Nem engedtem. Nem engedett el abba, mi ez a szombatestvilág? RTL-nek volt egy féltékenység? Nem örülnék azt neki, mondta, hogy ne tapogassanak téged, az izzadt feleség, meg a férfit tapogatják. A tánc azért az kicsit erotikus. Jobb a békesség. De nem az, hogy nem engedett, én sem mentem volna. Kétszer találkoztunk a főszerkesztővel, kétszerre meg akar győzni róla, hogy igen. Mondom, nem is vagyok olyan sovány, majd lefogysz a próbák alatt. Mondom, de nem akarok, és én nem vagyok táncos lábú is. Semmiképpen nem mentem volna el, mert azt is a Gyurin is éreztem, hogy nem örült volna neki. Én mondtam, hogy nem örült. De én neki. Is mondtam, hogy nem akarok menni. Tehát én, hogyha valamilyen felkérés érkezett, akár zenei, akármilyen, mindig a házasságom volt bocsás, az első. Bocsáss, hogy én elmentem, amikor a TV2 kért, tudod, hogy menjünk utazni. Sátorba lakni, kiszer két hölgyel, de olyan Liptaig. De valahogy a különbséget éreztem. Na mindegy. Eszembe se jutott. Viccelek. De... Nem azért, csak... Nem, azt az ember érzi. Szóval azért... Tehát nekem mindig első volt a mi házasságunk, a mi kapcsolatunk, hogy az ne sérüljön ilyen hülyeségek miatt, hogy most... Meg nekem nem is fontos. Szóval ez a legfontosabb dolog. De nem is sérült. Mindig visszatérek arra, amit kérdeztél, és amit mondtad, hogy hosszú, kiegyensúlyozott. Nem szabad sérülést okozni. Sebeket. Nem szabad sebet ejteni a másikon. Hogy lehet ezt elkerülni?
Nem mindent könnyű. Megbeszéltek? Nem könnyű. Nem. Nem könnyű. Mondok neked egy szakmai dolgot. Ezt még egyszer sem mondtam. Jaj. Sehol. Na most erre kíváncsi. Mert néha Klári, neki tényleg olyan képességei vannak, hogy hihetetlen, és nem mindig került előtérbe, ugye, mert a duetteket kellett énekelni, és igazából ő igazodott hozzám. Jó, hát énekeltem mást is, jazzt is, operaslágereket is földolgoztam, tehát hogy azért én... Néha egyszer-egyszer kérdezett, hogy hát azért így meg úgy nem mondom, Klárika. Tehát ez egy ilyen félsebb, majdnem sebb. Nem én ejtem, hanem a sors. De az embernek azért esze is van. Tehát... De azt mondtam erre. Igen, tudom. Lehet, hogy igazad van, hogy tényleg nem énekeltél annyi szódat, óriási slágereket énekeltél velem. Most nem akarom sorolni a... De hol van az az énekesnő, akinek a nevét kimondják azt, hogy Klárika vagy Klárikám, és mindenki Balázs Klárira asszociál. Hát ezt elérni, ennél nagyobb dolgot nem lehet elérni ebbe a szakmába. Ez kétségtelen, így van. De csak azt mondom, hogy ez tudott volna sebet ejteni. És, és nincsen benne sem? Nincs. Én tudom, amit tudok. Én klasszikus hangképzést kezdtem tanulni. Tehát amikor a Gyurival összejöttünk, akkor a légzés technika, megmondhatjuk őszintén, sok mindent átvettél tőlem. Az igen. Ő énektanárnője, az nem foglalkozott annyit, ugye az nem, éneklés. Nem, én nem az... foglalkoztam annyit, te? Tehát nem tanultam meg rendesen. Is. Tehát a levegő oszlop, és egyáltalán az éneklés, tehát ez is egy szakma. Én nagyon sokan nem tudják, nem is ez tanítják, tanárok se tanítják. Nekem volt egy szerencsés időszakom, amikor egy olyan énektanárnőhöz kerültem, aki a rádiókórusban énekelt, zeneakadémiát végzett, és ő nagyon tudta ezt, és megtanította nekem, hogy a rekesszel, hogy akármeddig lehet egy hangot, akármilyen erősen, tehát hogy nem reked be, egy jó énekes nem reked be az énekléstől, a rossz igen. Úgyhogy én azt tudom, hogy én mit tudok, nagyon hasznos volt sokszor, és a vokális tudásom is nagyon sokszor egyedül énekeltem föl 4-5 vagy 6 szólamot a lemezekre, több pénzt is kaptam, érte? Emlékszel, milyen furcsa volt? Tudod, mert percpénz, meg másodpercpénz fizettek. Igen volt. Igen, és a szólista is azt kapta. Hogy... És én 4 vagy 5 szólamot énekeltem, és persze, hogy több volt az idő, amit fölnyomtam, és úgy röhögtünk ezen. Másfél millió nagy lemezem kelt el, 70-től 82-ig. Döbbet. És akkor a dr. Erdős Péter volt itt a igazgató, és akkor Wilpert Imre lett helyette. És csináltam egy új lemez, és azt kérdezte tőlem, hogy mennyi a... Royalty. Mennyi a royalty-d? Mi csodám? Körülbelül úgy éreztem, hogy magam, mint amikor mondanak így most a telefonokról, meg az internet, ilyen azt szavagon. Mondja, hogy TikTok, mondja Gyuri, milyen TikTok? Mondom, TikTok, azt Gyuri. Aztán mennyi a royalty, az mi? Amit a lemezek után kapsz. Mondom, én semmit nem kaptam, ilyen percpénzt fizettek akkor. Meg és mindenki arra ment, hogy minél hosszabb legyen. Már rég... Másoknak fizettek 2-3-4 forintokat eladott lemezeket. Ami akkor azért nagyon nagy pénz volt. És mondom, hogy másfél millió után. Azt a mindegy. És akkor 2 forintot kaptam először 82-ben lemezenként. Tehát, hogyha már szóba került. Igen. A pénz. Olyan sikeres embereknek, mint amilyenek ti vagytok, a pénz voltaképp, gyanítom, nem okozhatod soha gondot. De mit jelent nektek a pénz? De nagyon sokszor gondot okozott. Igen, igen. Ez tévedés, ez a külső, megmondom miért, látsz. Mert igen. Nem. Mi nagyon nehéz időszakokon végülis nem egy olyan gondot okozott, hogy mit most reggelire mit tegyünk. De volt, de úgy, hogy... sokszor, tehát készpénzünk
nagyon ritkán volt. Mindig befektettük. Igen. És akkor rezgett a léc, hogy most, hogyha nem tudjuk tovább fizetni, és aztán voltak olyan, amikor a szállodát építettük, nem volt pénzünk, igazán. Voltak autóik, volt ilyen, olyan, amelyen, stb. De föl kellett venni hitelt, és akkor például a hitelbanknak az elnökét úgy hívták, hogy Barta Árpád, aki egy gyerekkori jó barátom volt, és bementem, és kérdeztem, mondom, Árpikám, nem tudnál valami jó kölcsönt nekünk? Azt mondja, de ami a legjobb most, 25%-ra. Kamat. Szörnyű. Akkor ez volt a legjobb kölcsön. És hogy is volt, felvettünk 70 milliót, és azt mondta, hogy semmi gond, meg kibérel a bank tőletek 5 szobát, és annak a béréből fizetitek a kamatot. És elkezdtünk építeni fel az ételt, ez 4 hónap múlva kapott egy telefont, hogy 2 útja van, az egyik, hogy elmegy a Külkerbangla elnök helyettesnek, a másik, és mi a másik, az elmegy sétálni. Szumárom valaki oda került, most teljesen nem mondott nevek, sajnos, átnézte, anulálta a szerződéseket, Kordáék, az maradhat, csak nem kell a szoba. Ott maradtunk, negyedévi 2.800.000 forintos kamat. Még a tőketörlesztés sehol. Hát az ment le a tőke. Ja, te. És akkor... Negyedévi, 2.800.000. És még nem ez volt 91-ről kész. Igen. Beszél. Igen. Igen. 90 évi. Szóval... Szorító volt. Az ne, nem lesz. Szorító volt. Nagyon 7 évig volt. A szállodának az egyik szobájába laktunk 2 kutyával, az anyósom a másikba, Klári mamája, 2 macskával. És az alaksorba jártam főzni. Hogy kiadhassuk a lakásunkat. Nagyon kemény volt, de nem érdekelt, fiatalok volt. Ennyi? 7 évig? 7 évig. És utána 7 év múlva kifizettünk mindent. Megszerették szóval... a szállodát, külföldről is sokan jöttek. Szóval voltak nekünk, de erről ugye mit sem tudnak. Nem azért mondtam el, hogy panaszkodjak, mert akkor is megvoltunk. De nem volt minden. Akkor is megvoltam, amikor a Dobutca 52-ben a nagypapám házmester volt, 30 négyzetméteres lakásban, és 8-an voltunk, és sorba álltunk pisilni. Akkor is boldog voltam. Tehát nem panaszkép mondom ezt, csak ugye vannak dolgok, amiről nem tudnak az emberek. És ez a pénzről beszéltél. Én azért mertem szóba hozni, mert azt gondolom, hogy például a pénz az esetetekben más embereknél kelthet olyan hatást, hogy irigyek lesznek az emberek, de szerintem sajnos az esetetekben... irigyek. De rátok? De biztos, hogy irigyek. Nem gondolnám. Van, ahol lehet érezni, pedig láttál már olyan embert, akire nem irigyek. Ami nekünk van, mi azt nem, senkitől nem kaptunk semmit. Tehát mi soha, tehát amíg van, azért mondom. Elutaztunk, megdolgoztunk, külföldön nem szórtuk szét, amit megkerestünk, összeraktuk. Tehát, hogy mi nem. Jó, kérdezek egy egészen konkrétat. Igen. Na. 780 millió forintért, megjelent az újságban, 780 igen, millió igen, forintért igen. Adtátok el a Korda villát, igen. És most már egy év eltelt, és árulják 1,2 milliárd forintért. A különbség érdekelhet titeket, hogy bánt-e, hogy ennyi pénzről egy év alatt le kell mondani. Most akarod, hogy az igazságot mondjam? Az igazságot. Ezt akarod? Igen. Tényleg? Nem adtuk el. Nem. Mert nem fizettek. Nem fizették ki, és visszaléptünk. És azt az 1,2 most milliárdot... Most december 20-valahanyadikai cikkben olvastam. Bocsáss meg, pénzcentruma, igen. Nekünk mi is úgy olvastuk, mondták. De most azt mondtad, ha akarod az igazságot. Igen. Nem mi tettük fel azt a 1,2-t. És nem adtunk rá senkinek engedélyt, és ahogy ezt megtudtuk, levetettük, megtudtuk, én hogy kitette föl a cikket. Mondom, levetettük.
Tehát az a cikk is fönt van, hogy levágta a fejemet Amerikába, szóval... Ismeritek ezt a történetet? Nem. Ja. 1986. Elmeséled? Igen. Igen. Vancouverben voltunk éppen, vagy... De az előzetesnek nagyszerű ez a hely, ahol vagyunk. Igen? Egy ilyen várba várpultnál ült a... Nádas Gyuri és Bonc Géza. Az asztalnál. Tél volt és hideg. Tél volt hideg, és viszkizte. Semmi nincs. És azt mondták, semmi nem történik, valamit be kéne egy hülyeséget dobni. Mit dobjunk be? Ezek ott kint vannak. Amerikában. Még lefejezte az asszony. Na most hülyéskedtek. Mellettük megült egy pasas. Futó tűzként terjedt el. Behalott, lefejezte. De jó, ment az Egy hét múlva elterjedt az országba. De úgy, hogy drága apám kitelefonált, és azt mondja, szervusz, gyurikám, add a Klárit, nem tudom adni apukám, mert fürdőszobában. Azonnal add, a fürdőszobában. Beszóltam, Klárika gyerek is, akkor megnyugodott. Miért volt ez? Azt mondja, hát ez el van terjed. Igen. És a külföldön élő magyarok is ezt, és volt egy pasas, aki mutatta, hogy hogy vágtad le a fejét. Emlékszel a Kőrösiék? Igen. Jött haza, és a Margit szigeti szállóban, és ott mondta, hogy mutatta, hogy másik, hogy biztosan tudja, mert hogy vágtad. De ez a média hatalma. Az lesz igaz, amit igaznak gondolsz. De várj, akkor még akkoriban hol volt a Moly Média? Akkor még nem volt bulvár. 86-ról beszélünk. Majdnem azt kell, hogy mondjam, hogy ez szinte az első nagy bulvár cirkusz volt, és odáig ment, a testvéreim is kerestek össze-vissza, elhittek, mondom, hülyék vagytok. Hát hogy képzelitek azt? És Törökországból a barátod, a Jenő, meg minden, az ország, világ hát minden részéről telefonáltak, és mi úgy álltunk ezelőtt, hogy a végén azt mondta, hogy... Komolyra tudám... Klárika, fordulni. Ne hajolj ki a 14-ről. Ne hajolj ki, valamivel történik az életben. Nem mehetek. Azon nem tudok jönni. Igen. Úgyhogy igen, aztán a televízió híradót kiküldték. És akkor felhívtam a belügyminisztert. A belügyminisztert. Betelefonáltam, kérem a belügyminisztert. Azt mondja, miért, művész úr? Mert mindenki nem beszélni, akkor nem merek hazajönni. Csak úgy, ha élőben közvetítik a tévében, hogy leszállunk a gépről. Így is volt. Igen, és érdekes, hogy valahol visszaláttam egy ilyen fotót, ahogy leszállunk a gépről. Emlékszem, egy csodálatos, hosszú bunda volt rajta, minden télen vett egy bundát nekem Kanadában, mert nagyon hideg volt, mínusz 30 fokok voltak, meg 20, és az arcomat néztem, az a riadság, olyan, annyira rajta volt az arcomon a félelem, hogy úgy nem is értettem, hogy még a végén én is féltem, hát tudtam, hogy nem igaz. Jó, februárban jöttünk haza, március 8 nőnap tele voltunk előadásokkal, és az egyik nézőtéren, teremben úgy volt, hogy leláttam az első pár sorig, és két nő így, nő, összebújva, ez nem az, nem az, ez nem az, ez az alter ego. Tényleg? Megnézem, de az. És akkor ez jött, akkor ezt is meg kellett emészteni. Undorító dolog volt. Sokat voltatok külföldön, nem gondolkodtatok azon sohasem, hogy kint maradtok, és nem jöttek vissza a szocializmusba? Soha. Nem. Ez megint egy ilyen hihetetlen dolog, de tényleg nem, pedig volt. Ajaj, hát voltak minden. Ajánlások, persze. Soha. Nagyon szerettünk kint lenni, és mindenütt otthonosan éreztük magunkat, tehát mi világpolgárok vagyunk. Tehát kikerültünk rögtön. Abban a pillanatban, semmi. De otthon, itthon, az imád. És azért mindig beléptünk magyar felre, akkor itthon. Meg azért ott kint is azért dolgoztunk, hogy itthon nekünk, amit akarunk, az meglegyen. Tehát azért mi azért... Hát addig is megvolt, még nem jártunk ki, nem erről van szó. Hát. Jó, de hát azért a szálloda megrendített. Hát igen, az egy kicsit nagy falat volt, mert ugye az egy ilyen kaland volt, mert nem volt meg rá az alapunk. Igen.
Tehát minden, de hát mi ezt megcsináljuk. Igen. Tudnátok valahogy definiálni, hogy mi az a... Oké, hogy Magyarország az itthon, hiszen ugye jó, itt innen származunk, de mégis mi az, ami... Mit jelent egyáltalán egy embernek az, hogy itthon? Az mi? Ez nagyon változott. Tehát amíg az én szüleim, nekem olyan kapcsolatom volt a szüleimmel és a családommal, hogy nem lett volna olyan pénz és olyan, hogy én valahogy itt hagyom őket. És én szintén az anyukámmal, aki velünk is élt 27 évig. Ez a... Szóval igen, nem... ameddig a szüleim éltek. Nem. Nekem nyitottak volna Torontóban egyik elegáns részen, a Blue Street-en egy csodálatos kozmetikai szalont, és ugye? Igen, de... És mondtam, hogy mert nagyon elismerik kint a magyar, itt komoly képzés van. És mondtam, hogy és akkor a Gyuri mit fog csinálni? Hát a Gyuri énekelni fog ugyanúgy tovább, mondom, mert én köszönöm a szalon, de én végül is mi együtt dolgozunk. És utána hazajöttünk, utána csináltuk együtt a szállodát. Például, amikor barátom azt mondta, hogy gyerekkori barátom, ahhoz Sydney-be a legnagyobb képszakértő és képüzlete van, festmények. Festmények, igen. És Bondi Beach-en volt ház, és mellette lévő házeladó volt telek együtt akkor, 800 000 dollárért, ausztrál dollár. Szóval miért nem veszitek meg? De nincsen annyi pénz. Kifizetem, majd visszaadod. Eszünkbe se jutott. Tudod, mennyi ma? Ugyanaz a ház. Ugyanaz a ház. 15 millió dollár. Igen. Ezt mi soha nem is érdekel különösebben. De az az igazság, hogy el voltunk 8 hónapig. Akkor 2 hónap, akkor 4. Tehát, hogyha összeadjuk a hónapokat, körülbelül 10 évet nem voltunk. Olyan, mint hogy a külföldön jöttek volna. Igen, és a végén én már kezdtem megkattanni, mert én már nem, hogy mondjam, ott ne, azért nem voltam ott otthon. Igen, itt meg ezt már, nem lehet megmagyarázni. Már kezdtem olyan furcsán érezni magam, hogy most hol vagyok? Én voltam, amikor több mint egy évig voltam ki, mielőtt őt megismertem, több mint egy évig voltam. Kanadába kezdtem, utána Los Angelesbe, Las Vegasba énekeltem, és vissza Kanadába. Igen, igen. Szóval ezek furcsa dolgok. Ezt nem lehet megmagyarázni. A biztonság érzete az embernek az, amikor átléptünk magyar földre, amikor a repülőgép leszállt, akkor egy ilyen teljes biztonságérzet. Én itthon vagyok. Igen. De ezt nem vagy, amikor egy másik, amikor szilveszterkor, ugye először, ha Amerikában voltunk, az amerikai himnuszt játszották, a Kanadában, a kanadai, és utána a magyar. Hát mindig és az embernek folytak könnyei. Igen. Ezt nem lehet elmagyarázni, ezt nem tudom. De ez nagyon érdekes, amit a Gyuri mond, és én is, amit magamon tapasztaltam, hogy én mindig úgy éreztem, hogy ahol ő ott van, ott nekem jó, és akkor én, ahol, ha költöztünk is, sok házba költöztünk, ahol ő ott van, meg a kis kedvenc könyvek, kedvenc zenék, cuccok ott vannak, én ott otthon vagyok. És erről beszélgettem nagyon-nagyon jó módú, kint élő magyarokkal. A 90%-uk boldogtalan. Tehát elmennek, ott vannak, már nem tudják visszacsinálni, mert ők elmondták azt, hogy előjött ugyanaz az érzés, hogy én itt nem vagyok itthon. Én itt mindig egy külföldi leszek, otthon meg már nem vagyok. Igen, csak egyet nem felejts el, ez még az a fajta korosztály volt, amelyik 56-ban diszidált, amiről te beszélsz. Hát ők kényszerbe mentek. Amelyik most megy el, vagy... Azt te honnan tudod, hogy mit éreznek, Gyuri? Azt nem tudom, de biztos, hogy nem ez. Tehát amikor először kimentem Amerikába 73-ba föllépni, ezek a honvágydal, meg a minden, ami hazáról szólt, ott sírt mindenki. Mm-hmm. Aztán amikor már lehetett simán hazajönni. Akkor már más. Az már más volt, akkor már lehetett énekelni, hogy szeres úgy is, harasz vagyok. Igen, és kimentünk Ausztráliába. Jaj, ez nagyon érdekes volt, mert a nőkről kérdezte, hogy Amerikába és Kanadába
ő elkezdett turnézni 70 akárhányba, 73 és én 82-ben mentem ki vele. Na, ott a hölgyek begorombultak egy kicsit, na, ott agresszívak voltak a tyúkok, és én próbáltam nem komolyan venni őket, de éreztem, hogy nagyon irigyek. Szóval odáig, hogy ahogy mentem a színpadra, valamelyik megpróbált elgáncsolni, meg kicsit lent volt azért a színvonal. Volt egy-két ilyen... Drága Gyuri, furcsa. Időszámításunk előtt. Tudom. Viszont Ausztráliába kimentünk, már együtt mentünk, együtt ismerték meg személyesen őt is, meg engem is, és akkor jött egy lemezünk, és az összes dalt kint már tudták. Fölmentünk a színpad, és elkezdte, hogy szeres úgy, és mindenki énekelte a dalainkat. Ez csodálatos volt. Tehát Ausztrália a szívem közepe. De amikor először volt kint Kanadában, tehát senki nem ismerte. 81-be hoztalak ki. 81. Én ott kint turnéztem, és akkor Klárikánt jött, és úgy hirdették, hogy Korda György plakátokat. Korda György koncert, közleműködik Balázs Csárli. Nem tudták a nevét. Csak kijött egy nagy estér ruhá. És akkor kijövök egy nagy estér. Hát azok föl. Ez a Csárli. Ura neve van. Ja, Izraelbe is érdekesen írták ott, meg Balacs. Balacs Klari voltam. Hát... De, izraeli turnén a Klein névről. Valaki kérdezte, hogy előadásod, hogy maga mindig Korda volt, mondom, nem, de nem mondom meg a nevem, csak egy példával fogok önnek bemutatkozni. A Pannonia vendéglátóipari vállalatnál volt egy főkönyvelő, úgy hívták, hogy Kennedy. És azt kérdezték tőlem, mondja, Kennedy úr maga nem rokona véletlen az elnöknek? Azt mondja, lehet. Ha azt is Kleinnak hívták azelőtt, akkor így. Akkor bemutatkoztam. Ja. Egy olyan kérdést szeretnék föltenni, ami lehet, hogy túl intim. Miért nem született nektek gyermeketek? Most ennyi utazás mellett hol húztam volna végig a gyereket? A babysitterek. Én nagyon sok olyan gyereket szerettél volna ismerem. Gyermeket? Nem gondolkoztunk rajta. Nem volt időre? Turnéz. Igen, hát nem voltunk egyfolytában 9 hónapot itthon. Hogy... És akkor, igen, a 10 év úgy elment, hogy egyszerűen nem most volt időre gondolni. Most már beleresztünk volna a csokra, mondtam a Gyurinak, hogyha lehet, akkor ezt miért csináljuk meg a Guinness rekordot. Tehát mondtam, hogy ez a 3-asok. Tehát ezt sokan fölteszik. Azt mondták ismerős hölgyek nekem. Figyelj ide, mondd azt, hogy nem lehetett, úgy szerettél volna. El van intézve. Mondom, nem hazudok. Nem volt rá időm. Én azért nem szülök gyereket, hogy egy babysitterre mosolyogjon először, és az Albert Györgyi mesélt el, és csinált velem egy mély interjút, ahol folytak a könnyei közben, és ahogy én meséltem ezt, hogy én nem akarom, hogy az én kisgyerekemet más dajkálja, vagy a férjem elmenjen egyedül turnézni, szétesik a család. És azt mondta, igen, azt mondja, én vagyok ennek az áldozata. Engem a szüleim évekig vittek, mert diplomata szülei voltak. Nem tudtam, hogy hol vannak a kisbarátaim, a gyökereim, minden. És bizony mind a mai napig iszom ennek a levét. Tehát azért nagyon sokan vállalnak úgy gyereket, hogy azért végig kellene gondolni, hogy mit vállalnak. És nagyon sok olyan valakik vannak a művészi pályán, akik megszülik a gyereket, és utána anyuka tologatja, aki már nyugdíjas, és nekem panaszkodik, hogy hát azt hittem, hogy a nyugdíjban megyek, már pihenek, hát a kislányom ugye turnézni van, és hát a gyereket nem láttam már 4 hete, szóval azért ezt én nem írom alá. Hát igen. Egy gyereket szeretgetni kell, lefektetni. Ezt nagyon szeretjük a gyereket. De nagyon jóba vagyunk a gyerekekkel, és vannak körülöttünk gyerekek. Ez a kisgyerek, aki... Bementünk egy parkett a boltba. Igen. Nem tudom, ismered a sztorit? Vagy én olvastam, de legyél kedves elmesélni. Elmondjam. Egy anya, meg a férje volt ott, és én 1/2 éves kislány volt így a nyakában. Igen. Ilyen drága volt.
a hölgy azt mondta, hogy nem hiszi el művész úr, mikor a gyerek hallja a reptelet, kezelába elkezd jobbra járni. És elénekeltük neki. Ott a parkettaboltban. Ott a parkettaboltban elénekelt. És addig normálisan ült, és aztán elkezdte. Hát videóra kellett volna venni, soha vissza nem térő pillanatok. Úgyhogy nagyon aranyosak, és hol volt, hétvégén voltunk egy előadáson. A 4 éves meg a 6 éves gyerek. Na, ezt ne, de ezt nem mondom. Édes Istenem. Ezt is hagyd mondjam el, hogy milyen nagyon az elején kérdezted még, hogy mitől lettem ilyen. Elénekelt, most mikor is? 3 pénteken napja. Voltunk. Tehát a születésnapom után 2 nappal fölléptünk valahol, és elénekeltük a Mamma Mariát, akkor úgy leszoktunk menni, ilyen kamulejövés. Ilyen menetel, és aztán visszamegyünk. Visszamentünk, és jött a műsorvezető, és azt mondja, hogy van egy meglepetés, amit a közönséggel együtt szeretnénk átnyújtani. Fölálltak, és elkezdték énekelni a boldog születésnapot. Igen. És mindenki fölállt. Szóval... Ja, és aztán a gyerek... Oda jött a két kisfiú, csokornyakendővel. És átadtak nekünk csokornyakendővel. És írást, hogy a legfiatalabb rajongók, és ott volt a nevük, és valami... Na, ilyenektől vagyok. Igen. Az, aki vagyok. És akkor lehajol, a kisebbik hozzám jött, a nagyobbik hozzád, és lehajoltam hozzá, és úgy bújt hozzám, minthogyha 1000 éve ismerne. Hát ez valami olyan jó érzés volt, hogy az ember, amikor valakit úgy megölel, akkor van egy, valahol itt érzünk valamit. És amikor egyszer beteg voltam, és mondtam a Gyurinak, hogy te Gyuri, ahogy így megölellek, itt nem érzem azt, amit szoktam. Nem tudom, hogy az ember itt hordja a lelkét, vagy valami. És aztán meggyógyultam, és újra visszajött ez az érzés. És jött ez a kisfiú, hát ez valami olyan cukorfalat volt. Szóval ezek nagyon megható dolgok, és nagyon mély dolgok, hogy mit érezhetnek irántunk ezek a kicsi gyerekek, és aztán az egyetemisták az egyetemen, akik aztán jönnek beszélgetni a koncertek után. Az a csodálatos a ti pályátokban, hogy nincsen korosztályhoz nincs. Kötve. Uh-huh. Így van, így van. És aki nyugdíjas, az meg azt mondja, a betyárját, ezekben még ennyi spiritus igen. van. Hát ez akkor példa. Hát igen, sokszor gondolkoztam ezen, hogy tulajdonképpen az, hogy én énekelek, az talán egy valamiféle, nem példának, lehet hanem is, lehet egy nem ilyen inspiráló vagyok, dolog. Nem? Nagyon az szerintem. Ugye? Hogy azt mondja, itt van ez a 84 éves paléd, meg egy ismét, hogy gyerekek vele énekelnek, hát akkor igen. ne csak kertészkedjünk, hanem uh-huh. nekem ebből a témából abszolút ez a amerikai ember, aki a Kentucky Fried Chicken-be ott van egy csokornyakendőben minden egyes csomagon. Hmm. Nem tudom, hogy tudjátok a történetét, nem tudom, ismertek-e. Na, én nem ismerem. 60 éves korában feleségével nyugdíjba mentek, és unatkoztak. És főzöcskéztek a barátaiknak, és a társadalmi, olyan finom ez a csirke, miért nem csináltak egy ilyen üzletet? A panír volt valamilyen titok. Csináltak egy üzletet, óriási siker volt. Csináltak egy másikat. 30 év múlva, 90 éves korában $900 millió adta el a cuccot. De volt egy kikötése. Volt egy kikötése, hogy minden egyes dobozon ott kell, legyen. Hogy legyen. Igen. Csak azért mondom, hogy nem akkor nem az pont. Nem számít. Azt szerintem akkor nem, mindig az egy szám. Szám. Tehát, hogy igen. És én azt annyira sajnálom. Nem egy jó szám, de szám. Amikor elmennek nyugdíjba, és akkor azt hiszik az ember, hogy vége, vége az életnek. Dehogy is. Igen. Hát sokkal több lehetőség van, még fizikálisan erőse. Jó, most nem arról beszélek, hogy a betegség vagy valami közben jön, de hogy még ott csodák lehetnek. Tudnátok példákat mondani, hogy ti bennetek azon kívül, hogy milyen szeretetet kaptok a színpadon állva a rajongóktól, hogy mivel tudjátok
a vitalitás fönntartani magatokban. Olvasom, hogy szobabiciklizni szokott. Igen. Engem a fizikai munka nagyon, nagyon segít. Állítólag ez igaz, hogy nincsen bejáró nőd? Nincs. Tényleg nincs. És most, hogy kisebb lakásba fogunk menni, pláne nem lesz. Nekem ne nézegessék a irataimat, meg a fehér neműimet, szóval... És mindent te csinálsz? Ez egy nagy... Mindent, igen. Mindent, és tisztaságot tartok. Beosztom. Hát amikor nincs időm fölporszívozni, a Gyuri soha nem mondja, vagy nem volt időm ebédet főzni, mert utazunk. Igyekszem úgy főzni, hogy több napra, hogyha főzök. Ha nem, akkor valahonnan valamit rendelünk, de azt nem nagyon szeretjük. És igenis meg lehet oldani. Ez most nem illúzió romboló? Nem, egyáltalán. Sőt, kifejezetten azt gondolom, hogy példaként kellene, hogy szolgálja. Igen. Most meg az, hogyha ha most... Nagyon. Hát én a nyafogókat, amikor valamit meg kell csinálni, én égőket cserélek, létrára megyek, és a szállodába is lemostam az ablakot, míg a svejci nő nyafogott, és tudtam, hogy tegnap mostak ablakot, megérkezik. Mondja, hát piszkos! Mondom, hogy igen. Tisztaságmániás? Mindig. Nem. Abszolút. De nem úgy. Nem rossz értelemben. A nő panaszkodott. Én azt megtanultam, hogy a vendégnek mindig igaza van. Mondom, sorry, elmentem, vittem a sprayt, rongyot, föl a harmadikra, nézem az ablakot. Anyád, gondoltam magamba, ez az ablak nem piszk. Mondom, jó, befújtam, letöröltem, belül is, kívül is, ugyanolyan volt, mert nem volt piszkos. Tehát mindig a vendégnek van igaza. Tehát éjjel, este már nincsen szobaasszony, nem baj az. Voltak szakmabéliek, akik, mikor megnyitottunk, akkor kicsit belefogytam a dolgokba, egy ekkora kulcsomóval futkostam ott föl alá, ők pesgőztek, és rajtam nevettek, és elneveztek kulcsos asszonynak én volt. És akkor gondoltam magamba, hogy ja, de mi teremtettünk valamit. Ez nagyon-nagyon érdekes dolog, és még egy olyan születésnapom volt, amit soha az életemben nem fogok elfelejteni. Nagyon nehéz, másfél év után voltunk túl, végre beköltöztünk a szállodába, a lakásunkba, aztán kiköltöztünk a lakásunkból az ismert okok miatt, és ott ilyen nyári cucba, augusztus 6 születésnapom, az ausztráliai barátaink hazajöttek, hogy együtt ünnepelünk, azt el is felejtettem, és ott ülök a konyhába, és mondom, te Gyuri, ha ma vagyok 40 éves. Ő is fár rám, és azt mondja, Klárika, mondom, nem vettél semmit a születésnapomra, vagy valami. Klárika, mutasd már Magyarországon még egy nőt, aki szállodát kapott a születésnapjára. Ez volt az én 40-edikem. Na, úgyhogy... Szóval a humor mindenhova. És akkor rögtünk egy nagyot, és kész, és akkor nem volt 40 éves. Mert más meg összetörik, hogy jaj, már 40 éves vagyok, és az milyen szomorú egy nő életében. Dehogy is. Én azt érzem rajtatok, hogy olyan nyitott emberek vagytok, és nyilván az, hogy nagyon sok helyen jártatok, és rengeteg mindent csináltatok, meg nagyon sok embert ismertek, sok mindent láttatok, ez biztos, hogy hozzájárul ahhoz, hogy nyitottabb, és az ember olyan valahogy bölcsebb tudjon lenni, de emellett még azt is érzem, hogy különösen ebben a párkapcsolati dinamikában, amikor erről meséltek, hogy az a rossz értelemben vett ego, az nem áll az útjába a kapcsolat szépségének, amikor mondta te is, Gyuri, hogy az a lényeg, hogy ne sérüljön, hogy igen, ne okoz sérülést. Aha. Tehát, hogy az ego, ami miatt mondjuk szerint, és különösen, hogy szakmai és párkapcsolati sávon is ezt együtt toljátok, hogy mind a két mező olyan, amiben az ego a legtöbb embernek ott van, és egy csomó mindent elcsesz. És kötelező. Színpadi embernek ego kell, hogy legyen. De egy színpadi ember nem tud lemondani a sikerrel. Ahhoz, hogy siker legyen, ahhoz egónak kell lenni. Most pontosan ez, hogy nem okoz sérülést. És még ez a zenei alázat, az alázat. Nagyon hát fontos. Én hozzátenném, hogy én azt érzem rajtatok, hogy nem csak zenei, hanem az egész élethez, igen, mindenhez. Ilyen... Tehát, hogy van bennetek egy olyan hála, hogy mindenért hálásak vagytok. Ebben a műsorban nagyon sokszor szóba kerül a hála fogalma. Hogy mennyire fontos a hála. Abszolút jó. És hogy az, szerintem a ti esetetek, és azért is örülök, hogy itt vagytok, mert hogy kifejezetten érződik minden egyes rezdüléseteken az, hogy hálásak vagytok, igen, egymásért, az életetekért, amin keresztül mentetek,
az élményekért, mindenért. El kell ide jutni. Először jutottam el oda, hogy amikor megvételre került volna a villakor, illetve úgy volt, hogy megveszik, az volt a kikötés, hogy ürítsük ki. És előtte 3 évvel olyan 120 millióért újítottuk föl, vagy még többért a szállodát, vadonatúj minden, ágyaktól kezdve, a tükörtől, a lámpáig, a fürdőszobáig, minden. Mert eladtuk és, a velencei házat, és akkor beleöltük. És azt mondtam a Klárikának, ugye ki kell innen menni, de nem árusítunk semmit. Igen. Bútorokat semmit. Mindent odaadunk, és fölhívtuk ezt a második kerületi polgármesterét. Fölhívtuk ezt a Szent Ferenc Kórháznak, a János Kórháznak, a Nővérszállónak, Öregek Otthonának, gyerekeknek, úszodát, stb. Ezt most azért mondom, nem ért. És olyan jó érzéssel adtam oda, esküszöm neked, hogy életemben először éreztem azt, hogy de jó dolog adni, mert igen, azt éreztem, de jó dolog kapni. Ide is el kell jutni, de tényleg a lelkemnek egy felüdülés volt, hogy adhattam. Egyetlen egy nagy hiányod van a pályafutásodból, a Kossuth díj. Nem. Azt olvastam, hogy ezt... Te olvastad, de én el kell, hogy mondjam, hogy nekem eszembe se jutott erről beszélni. Mindig eszébe juttatják. Ezt a Trütkó vetette föl tavaly, vagy tavaly előtt, hogy Igen, de most is, akik csinálják a riportot, mindig azok említik meg, és én mindig azt mondom, hát ő kapott, hogy... A legnagyobbat megkapta a közönséget. Hát ez nem is, semmi. Mert azért Budapest díszpolgára se egy kis kitüntetés, meg a Lovak kereszt, meg a Tiszti kereszt, meg a izé. Való igaz, hogy ezek nem feltétlenül művészeti kitüntetés. De soha nem én hozom. Ha engem kérdeznek, akkor mindig azt mondom, hogy én tartom olyan kompetensnek azt a bizottságot, hogy annak adják, hogy ki megérdemli. És ezt őszintén mondom. Ja. Jó, lehet más vélemény is, de egyáltalán semmi rossz érzés nincs. Egy rossz érzésem volt, ezt elmondtam, hogy 65 éves éneklésem alatt egyetlen egyszer nem voltam az év énekese. Ez egy kicsit úgy... Nem azért, nem akarok hasonlítani, de Csehszlovákiában Karel Gott 30-szor volt az év énekese. Jöhettek ide izék, avantgárdisták, rokkosok. Jöttek a fiatalok, az kell is, izések, fiatalok, mert kötet... Valahogy a megbecsülés. Megbecsülés, a tiszteletből is. Ez látja. Az egyetlen egy, amit a pályámból mondjuk hiányoltam, de nem zavar annyira, csak megkérdezték, válaszoltam, de ez a díj, ez... Hát az, hogy ha odaadják el, megyek vele egy Nem azt mondom, persze, hogy nem lennék szérdető. Boldog tőle, hát persze. Ki az, aki nem lenne? Hogyne? Hát ilyen... Ez tőlem egy ilyen fals duma lenne. Most egy másik hozzászólást. Kordát mindig nagyon jó meghallgatni, mert gyönyörű. Operai tenor hangja van, nagy művész, az Isten éltesse még nagyon sokáig. Kordát csak könnyes szemmel tudom hallgatni. Nincs még egy ilyen csodálatos hang. Na. Hát, hogyha valaki ilyeneket kap, akkor hát lehetséges, szép. Hogy a... Hát persze, hát ennél többet, már... hogy lehet ennél többet kapni? Meg az, hogy nincs olyan... dalom vagy dalunk, amit ne énekelnének vele, gyerekek, fiatalok, idősek. Igen. Elkezdjük, és olyan, mint egy szeansz. Elindul, és végig az utolsó dalig hogy... énekelnek, táncolnak. Most lesz lehet. Május 4-én egy parkban egy koncertünk, és ez olyan ikonná, avatásos dolog is lesz, és énekelik a dalainkat, meg a dalaimat.
fiatalok. A fiatal énekesek. Hogy földolgozzák. És kérték azt a menedzsment, hogy hívjam össze azokat a slágereimet, amit nem énekelek, vagy nem énekelünk. 80 dalt írtam össze. Akármelyiket földolgozzák, mindent ismerik az emberek. Hihetetlen. Amit nem énekelünk a másik. És akkor rengeteg még nem jutott eszembe. Nagy múlt, nagy életút, igen. Mikor mondják, kérdezik, hogy kereknek találja-e a pályafutás, és próbálok kitérni előle, hogy hát nem, mert ugye még szeretnék ezt, meg azt, de amikor ebbe belegondolok, és mikor amikor azt kérdezi tőlem, Klárika, csináltam én valamit? Gyuri, te elment az eszed. Menjél csak a YouTube-ra, meg menj csak ide. Én nagyon örülök neki, hogy rávettem, hogy tanuljon meg internetezni. Tanuljon akkor annyira, meg énekelni. Volt olyan is a légzés, de kinyílt előtte a világ. Olyan édes volt, mindig tiltakozott, és mondtam, Gyuri, nem maradhatunk ki ebből. De nagyon béna vagyok. És évekig eltoltuk ezt a dolgot, és egyszer vettem egy iPad-et, és akkor én azon nézegettem, olvastam, csináltam és megmutattam neki, hogy hogy kell a foci eredményeket megnézni, meg a kedvenc festőit, meg minden, és arra és ébredtem. Miért mit szoktam kérdezni mindig? Klárika, nézd meg, mennyi lett. Várjál. A La Ligát nézd meg. A La Ligát, igen, és akkor oda jutottunk. Nézd meg, hogy mi lett. Most legutoljára, de jó napom volt. 7 millió. De nem. A La Ligánál nézd meg. Villarreal, Real Madrid. És akkor mondta 2-1-et. Én barcelonás vagyok. Te ja, is? Nagyon. Én a sálanat nem hoztad el. Volt egy barcás nem hoztam a sálamat. Spanyol barátaimtól kaptam. El, hogy akkor arra ébredtem egymás után többször, hogy oda lopakodik az éjjeli szekrényemhez, veszi a iPad-et, viszi ki. És akkor ez már ősz volt, mondom, atya, úristen, hát akkor volt valami nagyobb dolgot fizettünk ki, most mondom, hát akkor volt ilyen 500 ezer körül ez a nagy Apple iPad. Hát mondom, mindegy, veszek egyet neki. És azóta ezt használja, és olyan boldog vele, és olyan... Ettől független nagyon béna vagyok. Jó, nem levelezik meg, de minden hírolvasás, foci, filmeket nézel, operákat hallgattál. Itt volt ez a telefonom. Ja. Volt egy telefonom, nem. Gyuri. És akkor a nevelt lányunknak a fia azt mondta, hogy Gyuri... Egy ilyen hagyományos telefonja volt. Ez a... Gombos ilyen mondja, volt. Ez még az első eleműben is égő ez nagyon a telefon. Gáz. Ez a gáz. És akkor vettem egy... Mindig az van, hogy az én Apple-ös vagyok, és akkor én odaadtam az én régebbi ízémet, és hát ez borzalmas. Hát Klárika, én gyűlölöm ezt a telefont. Hát hozzáérek, és elmegy minden. Mondom, de Gyuri, az a neve, hogy érintő képernyő. Tehát, hogy ebből indulják ki. A kis ujjadat használod, jobban jársz. Na mindegy, most már úgy, ahogy megszerette. Hát ez egy másik világ. Ez már nem az a fekete-fehér világ. Igen, de hogy... nem lehet kimaradni belőle. Érzem, neki se, és nem is hagyom, hogy kimaradjon, mert ez az élet, hogy tovább megyünk. De mit gondoltok amúgy erről a világról? Tehát most az világos, hogy titeket egy olyan szeretett buborék, egy olyan pozitív élet energia, meg életút vesz körbe, és ráadásul a kettőtök kémiája, ezt így nem is tudom, olyanok vagytok, mint egy ilyen fénygömb. De aranyos vagy. De mit gondoltok de arról? Nagyon nagy a fejem a fénygömbhöz. De miért olyan szépen fogalmaz, Gyuri? Persze, gyönyörűen. Gyönyörűen egy költő. Igen, sajnos csak túl sokáig beszélek ahhoz, nem. Hogy sikeres költő. Nem, nagyon jókat mondtál. Nagyon köszönöm. Mit gondolunk a fiatalokról? Igen, mert hogy ugye most elég ilyen bizonytalanság van a föld életével kapcsolatban és a társadalommal igen, is, meg mindennel, hogy ti ezt... Hogy? Tehát kíváncsi vagyok ilyen pozitív emberek véleményére, no. Én azt gondolom, először is én és mi nagyon szeretjük a fiatalokat, szoktunk beszélgetni
életről, komoly dolgokról. És sok mindent nem kapnak meg ezek a fiatalok, amire szükségük lenne. És aranyosak, értelmesek, szeretetéhesek. Uh-huh. Hogy aztán ez most, ez a világ ilyen, vagy a szülők is követnek el hibákat, azt én nem tudom, mert az én szüleim is követtek el hibákat, de valahol mégis a lelkem egészséges maradt, hogy én tulajdonképpen nagyon drukkolok ennek a fiatalságnak. Hogy jusson valami jó az életből, mert nagyon rossz irányban megyünk, de... Hát, ezt nem tudhatod. Akkor is azt mondom, hogy igenis, hogy lesz szép jövőjük, de meg kell érte melózni nagyon, nagyon. Mert az életüknek azt a részét egy kicsit szeretnénk megszépíteni, ami talán hiányzik az élet. Most nem az, hogy nevelés vagy valami, hanem az a gyorsaság, amiben ez az egész világ halad. Most nem azt mondod, hogy pókerezni megtanítod őket. Nem. Hát de az is egy jó dolog. Nem, hogy az de... is nagyon jó, és mind a ketten szeretjük. Na, látjátok, érzelmileg mondom, hogy talán azt érzik, hogy az a fajta szeretet, ahogy mi tényleg szeretjük őket, mert mi valóban szeretjük, az egy ilyen hiánypótló valami. Talán ez ugye mindig a kérdésedre visszamenőleg. Nehéz ezt elmagyarázni, de én úgy érzem, hogy ezt pótoljuk mi. Egy kicsit, vagy erre igyekszünk rá fókuszálni, tehát arra, hogy ne csak a telefont klavíratúrázzák meg. És amit úgy szoktunk velük beszélgetni, én mindig azt mondom, hogy muszáj beszélgetni. Tehát, hogy ne csak a kütyű legyen, hanem beszélgetni kell. És hogyha találsz egy értelmes embert, akár fiatal, akár idősebb, azokkal érdemes őszintén komolyan beszélgetni. Én kicsi koromban egy darabig falun nőttem föl, imádtam az öreg asszonyok közé menni, akik kinn ültek a padon, mert olyan érdekes volt, amiket meséltek. És ma ez nincsen. Tehát, hogy kicsit elidegenedtek a gyerekek és a szülők, és a szülők nagyon felelősek azért, hogy vesznek neki, hogy majd az iPad-del el lesz a gyerek, meg a kulcsos gyerekek, ismerjük ezt a korszakot is, és ezt ők nagyon megsínylik. Tehát én, ha gyereket vállaltam volna, főállású anya lettem volna, az anyám is az volt, nagyon sokat kaptam tőle érzelmileg, és mindenben, mindent tőle kaptam. Mikor valamit sikerül megcsinálnom, mindig mondom, mama, köszönöm neked, mindent tőle tanultam, mindent. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy főleg a szeretet és a törődés hiányzik a mostani fiataloknál. Pedig ezek nagyon értékes gyerekek, tehetséges, értékes fiatalságban. Igen. Önazonos léttel, meg önazonos beszélgetésekkel, ahogy te mondtad, Klári, meg önazonos létezéssel, meg szakmával, meg az egész karakternek a megnyilvánulásával, ugye, amit csináltok is, nyilván. Szerintem ez az oka annak, hogy nincsenek generációs határok. A rajongóitok, a közönségetek mondjuk, körében. Mondjuk, ti máshogy látjátok, ti kívülről látjátok. Hát igen, ti más. Mindig, amikor kérdezik tőlem, akkor... Mi a titok? Hát. Akkor azt mondom, hát ezt önnek kell tudnia, vagy neked kell tudnod. De előbb egy kicsit rávilágítottam a fiatalsághoz való viszonyra. Ez a legnagyobb adomány az életembe. Hogy amiről álmodtam mindig, a leghíresebb énekes 40 évig, hogy hát egyszer én énekelhetnék így a fiatalok, mert tudod, annó ugye... Volt egy korszak, amikor a nagyon nagy éneklő, a nagy szerelmes dalaimat énekeltem, cikinek tartották. Igen. És mindig arról álmodtam, hogy jaj, de jó lenne egyszer. Hát én ott voltam a Sziget legutóbbi fellépéseteken. Most? Most legutóbb. Hú. Hát nem lehetett a közeletekbe férkőzni. Nem tudom,
500 méterről kellett egy fényképet csináljam rólatok, mert egyszerűen mindenki ott volt. Milyen szép volt. Hát, és igen. Amire nagyon azért büszkék mondom, vagyunk, ez... az igazgató fölhívott, hogy gratulál, és számszerűleg is nálunk voltak a legtöbben. Hiába voltak külföldiek, ott nálunk voltak a legtöbben. És ez olyan jól esett. Úgy néz ki, hogy nem csak ti érzitek magatokat otthon a hazában, hanem a haza is nálatok érzi otthon magát. De ez nagyon jó, ők jól megfogalmaztad, igen. Használjátok nyugodtan. Azon tűnődtem, hogy egy olyan embernek, akinek mindent megadatott az életben, mondom én ezt úgy, mit lehetett a Gyurinak ajándékba adni születésnapjára? A Gyurinak egész évben most? Születésnapja van, igen. Egyébként. Voltak születésnapok. Nagyon jó. De ez most egy jó ajándék volt. Elmentünk, hogy vegyünk. És olyan 200 000-ért vásároltunk neked. Gyuri! Hát na, mert azért, mert van egy márka, amit én nagyon szeretek. Nem tudom, hogy lehet-e mondani, te is azokat az ingeket. Igen, de nem én kaptam. Gent, és volt egy ilyen hosszú ruha. Másnap mentünk a televízióba, állati elegáns, nagyon szép a Gentre, nem is. Mondom, Gyuri, ezt én megveszem, és... tetszem, ne? Azt mondta, nagyon jó, ezt meg kell venni. Hát akkor a születésnapodra vedd meg mert nekem. Mert én más mondanám. Mindig adunk. Jó, tehát Gyuri, azért nem volt egy születésnapod, ahol kaptál tőlem igen. egy olyan órát, hogy azt hiszem meg lehet anyázni, de... Ilyen is volt. Most de... kimegyünk Spanyolországba egy kicsit, és akkor ott azért jobban tudom, ott jó nyári cuccok, meg hát most mit lehet, most őszintén. Ezért kérdem. Annyi szép tollat kapott, órát kapott, de nem akarom, milyen órát kapott, meg én is. És, de most erre a születésnapodra hiába akartam 10 pizsamát venni, azt mondta, nem, azt nem. Mondom, Gyuri, a pizsamáidat mosom, szárítom, ugye minden nap, vagy minden másnap, én ilyen hülye vagyok, pizsamák ki és kész, más egy hétig alszik egy pizsibe, de hát nem baj. Ez még hagyják. Ja, hónapig is. Ki tudja, van ilyen. Na mindegy, tehát az ágy és a pizsama az legyen mindig tiszta és illatos. Úgyhogy most így ez elmaradt, hogy konkrétan, de tudjátok, hogy telt a születésnapja? Fölkeltünk reggel. 5 órakor. Igen, elmentünk a televízióba. Nem járunk kereskedelmi csatornára, de mivel nagyon szépen kérték, hogy megünnepeljük, hát elmentünk, és nagyon szépen megünnepelték, és utána hazamentünk, és óránként jött valaki meglepetés. Én se tudtam róla, ő se. Még el se tudtunk volna menni sehova, még jó, hogy hoztak sok tortát, mert azt tettük egész nap, mert de... Olyan egész szeretet. Nap, egész héten. Tényleg annyi szeretetet de kaptam, olyan... és annyi... És annyi alkoholt, de mindegy. Nálunk úgy van a karácsony is, hogy hiába van karácsony, vagy mit tudom én, április 42-e van, és neki valami megyek, és látom, akkor megveszem. Tehát azért mondtam azt, hogy minden nap... születésnap van, meg minden nap karácsony van, mert mi nem hegyezzük így ki, hogy most azért, mert karácsony van, kötelező valamit venni, és nem tudom, hogy mit vegyek, mert mindene van. Nem kellenek nagy dolgok. Tényleg nem kellene. Most ezen a telefonon gondolkoztam, hogy hazavágtad az Apple-ömet. Melyiket? Elmesélhetjük? Nem, mindent. Nem. Maradjon titok? Nem. De hogy nálunk hogy van a dükkitöré, de menjük el. Na jó, mondd. Na, az én 6 pluszos Apple telefonomat neki adtam, mert nekem 9 pluszos van, és akkor mindig úgy van, mert nála mindegy, én meg a telefonról dolgozni is szoktam, utalok, meg levelezek, meg minden. És hogy is volt? Valamilyen nagyon pipa lett, nem tudtad, lefagyott, vagy valami, és így fogja, és én ott álltam. Telefon. Lecsapta, mondom, jaj, de jó, tapost meg is, megtaposta. Nincs telefon. Mondom, Gyuri, hála Istennem, van. Te nem fogsz agyvérzésbe meghalni, mert aki így le tudja vezetni a dühét, az 100 évig fog élni. És jót röhögtünk, no, ez az Apple meghalt. Úgyhogy,
most nem tudom, hogy vegyek magamnak egy újat, és jó a 9 és feles neked, vagy... Persze, hát ez a bevett szokás. De ő csak arra használja, hogy fölveszi, meg leteszi. Hát én tényleg olyan nevető görcsöt kaptam, hogy ez igen. Végezetül pedig azt szeretném megtudni tőletek, hogy mi motivált titeket, illetőleg hogyan képzelítetek el a jövőt? Olvastam, hogy Klári azt szeretné, hogy a 100 éves, Gyuri 100 éves koráig. 100 éves korára ígértem egy 16 éves szűzet neki, de hát 16 éves szűz van még Magyarországon. Lehet, hogy kevesebb, mint 100 éves Pali. De nem, meg akarod ölni? Hát, hogy hogyan képzeljük el, én őszintén megmondom, hogy én egy picit kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb életre vágyom. Az azt jelenti, hogy kevesebb munka, kevesebb fellépés? A munka nélkül nem lehet, meg nem is szabad élni, mert attól bepottyad az ember, és besavanyodik, és nem. Talán rendszeresebb élet, tehát, hogy nem is tudom. Talán most az új lakásba sikerül. Nem tudom, de... Semmi nem változzon, én úgy veszem észre, nem? Nem. Megmondom neked őszintén, hogy ilyenkor egy másik embernek nagyon-nagyon eszébe jutna az, hogy meddig. És nagyon nehéz egy színpadi embernek a színpadról lemondania. És bennem még sincs ilyenfajta kétség, és tudod miért? Mert van egy másik szakmám, amelyik ugyan majdnem, hogy színpadi. Én tudom, hogy nem lehet életem végéig énekelni, de hogy póker kommentálni lehet, és kell is, abba biztos vagyok. És 100 éves koromban is tudom mondani, hogy Klárikám, meg a... Nem kell megzabálni. De ti nevettek ezen, de... Igazad van. Az egy olyan fajta kiteljesülés, ami majdnem hogy egy ugyanolyan karrier, mint az éneklés. Tehát látod, hogy éneklésben nem vagyok világhírű valószínűleg, sőt biztos, Európában ismernek sok helyen, de hogy mint póker kommentátor világhírű vagyok, az volt, biztos. Tényleg? Igen. Ezt bizonyám. Igen. Azt hittem, hogy ilyen stílusban nem közvetít senki. Bizonyám. Az amerikai ízé mondta, hogy az, hogy ilyen kommentálás az még nem látott. Igen. Mert ő játékos is, és plusz... Színpadi ember, játékos. Igen. Valóban megfordul az agyba, mert hát ez a természetes, ugye, hogy egy bizonyos kor után muszáj abba hagyni az éneklést. Hát nem, cuki, ha bár... 24 éves azt mondja, hogy bizonyos kor után. Gyuri. A hangom megmaradt szépnek. És ez azért, mert megtanultam a technikát. Mert ahogy a Klárika mondta, ez egy szakma. Ugyanúgy lehet csinálni, hogy a Schuster is nem befelé, a lábad felé irányítja a szöget, hanem lefelé. Ezt meg kell tanulni. Ezt megtanultam. És ameddig örömet tudok okozni még, vagy valami nektek, meg az embereknek addig csinálom, meg fogom érezni azt, ha Isten megsegít és egészséget ad, hogy mikor kell abba hagynom. Én nem szólok ebbe bele. Legyen így. Szegényként neki is, ami ő lehet, hogy még a legnagyobb formában, de neki is abba kell adnia. Az természetes. Mert ha én vállaltam azt, hogy nem Korda Györgyök, hanem Korda Balázs, akkor neked is vállalnod kell. Tessék! Hát nem egy nagy áldozat. Amit ő gondol, úgy lesz. Fantasztikus, jó volt veletek beszélgetni. Számomra olyan hihetetlen élményt adott ez, és minden szempontból, de ami engem jelenleg a legjobban foglalkoztat, az, hogy lehet egy párkapcsolatban és egy nagyobb, meg még nagyobb, meg a legnagyobb emberi közösségben
szeretetben és egymást tényleg segítve élni. Hát ezt kutasd még ezt a kérdést, ezre a választ. Egy dologról nem beszéltünk, aztán majd kivágjátok a gondolatot, hogy azért nálunk az mindenképpen üzemelés van, hogy megbecsüljük egymást. Uh-huh. Egymást emberileg, a tudását. Én tudom, hogy milyen értékes embert kaptam magam mellé. Nem tudom, hogy te mit gondolsz róla. Én meg tudom, hogy milyen nagy, tényleg nagyszerű művészt kaptam. És az nagyon fontos, hogy megbecsüljed azt, amit kaptál a sorstól. És soha nem tennék ellene, és soha nem mondanék róla rosszat, és soha nem, soha. Ha egy pisztolyt tartanának a fejemhez, akkor se, mert ez valahol még egy szövetség is, ami két embert összeköt, hogy az soha nem árulod el. Most a hűségről nem beszélve, hogy az olyan természetes, hogy az ember hűségbe él egy párkapcsolatban. Nem mindenkinek az. Van, aki nem tudja betartani, mert nem találta meg azt, akihez hűséges tud lenni. Nagyon jó volt veletek. Hát, egyszerre nekem szoktunk beszélni, és egy karmesternek fontosabbat bejutani. Borzalom. Ki lopi a fejemből a mondatokat, amit akarok mondani? Hát én azt kívánom nektek, hogy soha ne változzatok meg. Nem is, már késő. Most már így kell ezt élni, ameddig csak bírjuk. Hajrá! Aranyos sok sikert nektek! Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy voltatok meg. Jó volt veletek beszélgetni, végre nagyon értelmesen. Szépen. Köszönjük. Végre értelmesen. Köszönjük szépen. Isten áldjon titeket. Mindenkit. Mindenki. Sziasztok. Köszönjük. Szia. Állandó hangtechnikai partnerünk a Microsound Kft.